Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 10 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt! Sziasztok! Hello, Feri! Hát jó reggel! Hello, drága hallgatók, itt vagyunk újra! Retek idővel együtt. Hú, gyerekek, hát ez nem gyenge ez az időjárás. Kellett egy-két trükköt végrehajtanom, hogy ide érjek időre. Közlekedési trükköt. Ruhába aludtál. Tessék? Ruhába aludtál. Ruhába aludtam, és a kocsival beparkoltam a nappaliban. Necces volt, nem megérkeztem, de föl-föl úsztam egy ilyen nagyobb pocsolyára, úgyhogy kellett kapaszkodnom. Meg hát a szaktársak, a kollégák, akik az úton vannak, tudom, hogy félelmetes az eső. Tehát például a Hungária körúton a három sávból a legbelsőben és a középsőben mész 40-nel. Igen, igen. Én értem. Meg ugye az is autóba ül, aki nem szokott, eső van, tudod, akkor mikor ment, jó még az aksi, hát egy éve nem volt beintve, nem baj, mert menjünk, anyjuk, menjünk autóval. Van egy-két kaszkadőr, igen, úgyhogy kemény volt. Kemény volt az ideút, de itt vagy. De itt vagyok, és állítólag jön a hideg, gyerekek. Hát úgyhogy, igen, jön a hidegecske, gyakorlatilag két évszakból kapunk ízletet ebben a hétben, mert hogy ma akár 15 fok is lehet napközben, 15 fok, értitek, és a hétvégén mínusz 6 este felé, és egy kis havacska is. Megyek sielni a héten, úgyhogy kész igen. vagyok. Jó lesz az? Hát 15 fok van Szálbába, ahol megyek. Ami azért szörnyű, mert utána oda is jön a hideg, csak ha ilyen olvadhóba kell 700 kilométert leautózni, hogy utána ott ilyen olvadhóba kavédászunk, az nem annyira lesz. Nem úgy lesz, jó. Hogy elindultok, és akkor a hideg miatt, ha hétvégén mentek, akkor már megfagynak az utak, tehát odaig fölvergődsz, ott viszont igen. 15 és nincs hó. Igen, végig az úton van hó, a hegyen nincs hó. Nem egy magas hely, tehát 2000 méter, 3000 kül van a teteje Ausztriában, de hát fel se tudjam, ha valaki Szálbába hallgat minket, írja már meg, hogy milyen idő van. És hát, ha mit tudom én, van valami önkéntes síelő, aki negyed hétkor bekapcsol minket, mert nem tud aludni, és amíg fölmegy a pályára, addig tud nekünk írni egy SMS-t. Itt állok 2003 hete, Bali, várom, igen. Ahova nincs. Mekkora, hova mennek-e a felvonók, mi van, szerdán indulunk, és nagyon akarok síelni. Gyerekek, ma olyan nagy nap van a teniszben, hogy azt most nem hiszitek el, hogy mi van. Tudjuk. Roger. 9 órától elveszítjük Balázs. Hát sajnos lesz csúszás az a baj, úgyhogy mire vége a műsornak, akkor fognak kezdeni szerintem. Gyerekek, ma Roger játszik Tsongával, a Nishikori nagyon ügyes gyerek, a Nadallal éppen lehet, hogy lebrékeli a Nadalt most. Már nem úgy, hogy egy helikoptert csinál. Azt nem, hiszem, nem hogy így van. De nagy magnóval a vállán bejön. Elektrik bugéban jobban is Nishikori egyébként. Igen, úgyhogy ma nagyon fontos tenisznap van. Murray is játszik, úgyhogy akkor fú, gyerekek. Akkor meg fogsz ülni Csabinál egész délelőtt. A Dimitrov nyert. Oda néz. Igen. Na, Roger, vagy lehet hazamegyek, és akkor ott befejezem Roger. Roger Tsonga nagy meccs lesz. Igen. Ma most Timi sajnos elköszönt párosban. Tehát, hogy ilyen szempontból már nincsen érdekeltségünk. Hány fordulót mentek egy párat? Mentek, de hogy egész jók voltak. A kis szerb kislány sajnos miután egy nagy tettet végrehajtott, hogy Williams lányt kiütötte, utána sajnos elvérzett. Az Ivanovics kikapott? Igen, ő már sajnos nem megy tovább. Jó kis csaj az. Igen, kérdekelteni, szóval olyan jól áll rajta az rövid szokás. A Williams lányt megverte? Persze meg. Illetve nem persze, mert hogy igen, mert ez egy nagy meglepetés. Akit néztél te is itt hétvégén. Igen. A gyönyörű. Igen, aha, akit néztünk pénteken. Menj állj bosszút. A megölöm. Kiejtette ki. És ő szétverte a kis Villén, pedig azok erősek. Azok nagyon. De szerintem az nagyon. Ja, hogy párosban játszott a Babossal az Ivanovics? Nem, a két dolog, az két különböző dolog. De ki verte meg az Anna Ivanovicsot, a Serena Williams óta? Hát azóta nem volt meccse. Hát de szerintem igen. Lehet, hogy csak hazament, nem tudom, lefőtt a kávé. Hát, kivel játszott elég. Volna azóta? Gyerekek, hát most jön majd. Gyerekek, kérdezzetek nyugodtan. Én is kérdezem az okostelefonom. Kérdeztünk is, csak nem tudom. Valamit benéztem. Én szerintem valamit igen. Tényleg? Szerintem igen. Nehol látni akarom még azt a játékot. Igen, vannak róla fotók fönt a neten. De nem, hogy ezt figyelj, tegnap játszott, az már pervers. Jani. Az pervers, tehát hogy szerintem nem játszott a fotókra. De lehet azt, hogy igazad, nem tudom. A Williams megverte. Hát igen, gondolj bele. Ez egy nagyon nagy meglepetés. Gondolj, de pénteken játszott. Utána játszott vasárnap. Hát és most hétfő van, tehát most nem játszhatott azóta, nem lehetett azóta két meccse, mióta láttuk pénteken. Hát az történhetett, hogy nem. A vereség után a Williams lánya pálya szélén leverte, azt megértem.
Nem, az Anna Ivanovics az megverte Serena Williams, de nem játszott. Csak Kovics volt, de nem. Ja, azért. Jankovicsot nézted. Nem, a Jankovicsot nézted. A Jankovicsot. Az játszott. Jó van. Az játszott. Hát ezek a vicces nevek, szert nevek. De nem, azért a teniszhez egy kicsit konyítok, tehát ezeket azért úgy észreveszem. Na jó van, még látod. Látod, hogy látod még a szépséget. Haj, hála Istennek. Igen, köztaci. A jó kis csaj, Anna Ivanovics, így hívják, ő egy szépségkirálynő volt, brutál jó fotók vannak róla neten, ha esetleg meg akarod. Na, jó, akkor felét is elveszik. Googli képek. Nem teljesen a te eseted, meg kicsit lapos, de nem, nem, szép kislány egyébként. Megnézd meg Kuznyecovát, ő is nagyon szép. Az nem érdekel. Most ebbe a jányba vagyunk. Hogy nem, Kuznyecova. És Martina Navratilova, ő is nagyon szép. Ő is nagyon-nagyon szép. Na mi újság, mi volt hétvégén? Én annyi mindent csináltam gyerekek, hogy azt sem tudom, hol kezem, úgyhogy inkább nem mondok semmit, Jani. Kérlek szépen, ebből nehéz már jót csinálni. Annyi, tényleg annyi minden volt. Voltam az Irinyi János laktanyába, a tűzszerészeknél, ruhapróbán, mert hogy ugye múlt héten mondtam, hogy lesz majd márciusban egy nagyon jópofa kis futóverseny, aha, egy váltófutás, ahol tűzszerész ruhába cirka 30-40 kilós plusz súlya kell majd abszolválni ilyen 4x200 métert, és ott voltam náluk, felpróbáltam a ruhát, hát igen. Tehát, hogy nem kifejezetten futásra alkalmas ruháról van szó, de jó pofa volt, és nagyon kedves emberekkel találkozhattam meg, hát olyan technikákkal, már mint mindenféle már elhasználódott hadianyagokkal, amik hát egy csoda volt az egész. Nagyon jó fejek voltak, nagyon aranyosak voltak, kipróbáltam ezt a dolgot is, meg majd márciusban akkor futunk is. Lesz média válogatott, lesz sport válogatott, meg természetesen ott lesznek a tűzszerészek is. Nem vittek-e hatástalanítani valahova? Már hogy téged? Nyitott kapukat döngetsz, mert hogy kaptam egy meghívást, hogy töltsék velük egy napot. De jó! Reggeltől estig beülni a tűzszerészek mellé az autóba, és akkor helyszínről helyszínre menni velük. Ott mi lehet az avatás? Tehát, hogyha fölvesznek, tudod, hogy általában az ilyen szervezeteknél mindig holta van valami. Annyi, piros vagy kék? Kapd el, piros, igen, vagy kék. Piros vagy kék. Igen. Vajon ez mi lehet? Egy rozsdás csődarab, vagy pedig egy aknavetőgránát? Igen. Igen. János, akkor mennyi hatástalanul? Reméljük, nem akkor találja meg valaki a bombáját, amikor te ott vagy aznap. Igen. Vagy nem te találod meg a bombádat. Na, hát szerintem azért ez a közös kis meg, az valószínűleg úgy néz neki, hogy akkor János, te maradj az autóban. Igen. Igen, nézze innen, na, megyünk tovább a következő helyszínre. Jó, hát nem fasztál, na. Együnk valahol valami. Úgyhogy nem hiszem, hogy oda engednének bárhova, de van egy ilyen meghívásom. Nagyon korrektek voltak, nagyon jó fejek voltak. Majd fölteszem egyébként Mókás a kép, amit fölteszünk a Facebookra. Megnézhetitek, hogy mutatok egy ilyen ruhába. A lányom, amikor meglátta, mert van egy ilyen kis Panzerfaust lövedék is a kezembe, és a lányom meglátta, és azt mondta, hogy egy kis ember nagy csörgővel. Igazán korrekt a gyerek. Volt, a kis ember nagy csörgővel. Ez a képnek a címe, a lánya szerint. Szép. Kis ember nagy csörgővel? Aztán olyan, hogy ne szakadjon meg a folyamat, elmentünk még a hétvégén a Keceli Haditechnika Parkba. A Hadtörténeti Intézetnek a gyűjteménye található, gyakorlatilag Közép-Európában egy megismételhetetlen produkció, csak nálunk látható az, egy 3 hektáron 1500 különböző haditechnikai eszközt akkor lehet látni a pintérműveknek a területén. Ez azért, hogy elmondja, mert hogy nekünk akkor majd nem kell elmenni. Mert meghallgatjuk, nem? És akkor olyan már, mintha ott lettünk volna. Tehát ez tök jó. De ezt Virág kérte, ezt, hogy oda megyetek. Persze, mindenképpen azt mondta, hogy apa, én nem fogok úgy lefeküdni, tudni aludni a hétvégén, mert nem látok legalább egy 75 mm-es német páncéltörő löveget a második világháborúból, és akkor elmentük, és akkor megnézhette ezt is. Megdöbbentő egyébként a hely. Tehát, hogy még azok számára is, akik nem rajonganak, vagy nem érdeklődnek annyira a haditechnika iránt, de 1500 különböző jármű, hogy egymás mellett szépen, és ráadásul ilyen állapotban, aha, jó részt rendezett területről van szó. Vágják a füvet, udvariasak, jó fejek, úgyhogy tényleg az éjszakai portás kicsit megőrül, akkor azért tudna egy kört menni valamelyik? Tudod, berángált egy kicsit, igen. Hát ott van 1500 ilyen jármű. A rohadt életben. Mint 23. amikor elköltötték azt a tankot. Az mekkora volt? Az a kedvenc részem az egészből. Már nem tudom melyikében, hol, ki, miért, melyik oldalom, tök minden. Valaki fölmászott erre a tankra, ott állt a Deákon. Hozott egy aksit, Béla, adj már ki! Indítjuk! Még emlékszem olyan a kiképzésre? Figyelj, és elindították a tankot, én így ültem, néztem este a híreket, hát mondom, na ebbe van rá kedve. Egy nyugdíjas bácsi volt. Ebbe van rá, hozott egy aksit, rájött, hogy hogy csináltuk az 56-ban, vagy a másik, amit emlékszem, bekötötte részkán, piroskán. Nézd már, egy busz megáll, hol? Már most felbögöttünk? Nem, alattunk. Fölbögött a mit tudom én, a nem tudom hányezés dízelmotor, és elindult a tankkal. Az milyen?
És ment. És hogy állt meg? Hogy fordult? Nem is tudom, kiállította meg, hogy mi történt. Kifogyott belőle a benya, mert alig volt benne csak annyi, hogy be tudják röffenteni, hál' Istennek. Zseniális. És ment. Úristen. Legyarult valami bódét, vagy valami megállót, és ment tovább. Hát. Élete legfontosabb 5 méterre volt. Igen, szerintem. Az is azért megjön egy misét, hogy lehet őrizetlenül hagyni egy ilyen harcjárművet, ami... Mert hát ugye... nincs benne aksi, azt gondolnád, hát szerintem az már sehova. Azért ahhoz igen, az a spéci aksi, hogy nekem aztán indíts be, én azért ott vakarnám a felmény ideig, nem? Na, hogy akkor de hogy? Hál' Istennek arra járt egy veterán. Igen. Akinél pont volt akkumulátor, az is egy érdekes kérdés, hogy onnan. Hogy honnan szerezte az akkumulátort azon a bizonyos október 23-ai tüntetésen? Meg is nézem mindjárt az interneten, azt úgy szerettem azt a pillanatot, hogy ment. Ezekből a T-34-esekből is egyébként van bőven. Kecelen. De aksit viszel? De hogy a viharban. Úgyhogy menjen el mindenki, akit érdekel esetleg ez a dolog, mert elképesztő. Elképesztő. Na, a hétvégi kéne. Ha nem tudnám menni síelni, akkor a program. Figyelj, vagy szálbák. Egy 24-es interkontinentális ballisztikus rakéta, mert az is van. Vagy szálbák, vagy ez a szegedi hadtörténeti part. Mármint keceli. Ha kecel, hát akkor meg... Picit tovább mész Szegedre, és az is nagyon jó, de... Keceli. Kecelem végképp ott a helyem. Gyerekek, csak mondom, hogy Nishikori már nem lebrékelte Nadalt, úgyhogy... De nem történt semmi, úgyhogy egyelőre mindenki hozza az adogatását. Egy rövid kis Ausztrál Open jelentés. Úgyhogy mindenki a saját univerzumában él. Mindenki a saját világában mozog. Hát igen, mi volt veled, Feri? Nálunk nagy születésnapi partizánkodás volt, ugye a Békalencse 20 éves lett, vagy mennyi, de nyilván nem mondjuk. Mondjuk hogy ti rólad tényleg, hogy mindenki öregszik, de hogy ti fiatalosztok. Én 44 vagyok, de ő egyre fiatalabb, úgyhogy az egész család ott lebzsert nálunk szombaton. Isten éltesse sokáig. Ma van. Neki. Ja, ma van. Ma van neki a hivatalos, de ilyenkor nem hívunk meg rokont, csak hétvégén, úgyhogy az volt. Aztán tegnap meg fent voltunk a Mátrában, mert mentünk egy másik születésnapra, délutánra. A legjobb dolog egy... Szintén második X. Nem, ő 6 éves. Ő 6 éves gyönyörű és a keresztlányom. Úgyhogy azért mentünk, előtte fölmentünk Mátrafüredre, mert délután 4-re kellett menni. Hát kiránduló idő volt, szakadó eső, és annyira nagy mákunk volt, hogy fölmentünk a Mátrafüredre, és elállt az eső, és amíg ott bókláztunk egy 2 órát, addig gyönyörű idő volt. Mekkora mázli. Igen, ahogy visszaszálltunk az autóba, leszakadt az ég. Úgyhogy ez volt, és a délutánt pedig 18 darab, hát 2-től szerintem 12 éves korú gyerek között töltöttem egy 14 négyzetméteres helyen. Üvöltve. Ahhoz kell idegrendszer. Bárhogy nem én üvöltöttem, hanem ők. Aztán te is. Aztán kicsit később én is, mikor jöttünk hazafelé, mert ott voltunk egészen este, és a 8:30-ig beraktam a gyerekeket a kocsiba, Soma azonnal mondta, hogy apa metált, mert neki ez a szokás, hogyha autóba ülünk, akkor rock kell, hogy legyen, de otthon is ez van. Mondtam, hogy nincs az az Isten, hogy én zenét kapcsoljak, mind a ketten csöndbe vagytok, becsukjátok a szátokat, csendbe akarok hazavezetni Budapestig. Azt hittem megőrülök, 4-től este 8:30-ig, azt egyszerűen nem tudjátok elképzelni, hát el tudjátok képzelni, de hogy milyen zajt tud ez a 18 darab gyerek okozni, hát őrület volt, de mindenki jól érezte magát, hogy ennyi éjszaka hazaértünk, mire a két ízét felszállítottam a két alvó testet a negyedikre. Elaludtak a kocsiban? Elvágottak, mi? Kint voltunk 2 órát a levegőn, mentünk föl a hegyre, le a hegyre, utána átmentünk a buliba, és ott gyakorlatilag ment a rohangálás, az üvöltözés. Szóval családi program volt. De jó. Mondtam már, hogy áll Nadal? Nem? Ja, de mondtad, hogy majdnem sasszézott. Ja, gyerekek, én tegnap egy olyan jó halétteremben voltam, hogy mindenképpen... Andrási? Nekem az kicsit nagy üzemi. Igen? A Fischre gondolsz? Nem, képzeld, de van egy sokkal jobb. A Mamutnak a lábánál, a Lövőház utca sarkán, egy kicsi hatasztalos. Fú, nagyon-nagyon jó. Friss minden, ismerem a tulajt. Ez meg... nem csak hal. Leginkább hal, igen. És ez a Lövőház utcában van. A Lövőház utca végén. Aha. És mindenféle finomságok. Én nagyon kis hatasztalos, kis beülős, kis nagyon jó. Némónak hívják. Fú, zseniális. Mindenféle ilyen kis fúziós mártásokat csinálnak én argentin konyhával, meg hú, nagyon-nagyon nagyon. Hoppá, összelöttyent a rohadt életre. Na jó, van, akkor fúziósra fogjuk. A gyerekek nagyon-nagyon jó, úgyhogy aki szereti a halkaját, az próbálja ki. Nagyon-nagyon. De csak foglalás, tehát oda nincs úgy, hogy beesel. Hát nem nagyon tudsz 6-8 asztal picike, de fú, szenzációs kaja van, úgyhogy érdemes.
tudod, az igazán jó tintahal, nem olajban úszik, jó kis mártásokkal. Van például egy olyan majonézes tartármártásuk, ami jalapeño paprikával van elkészítve. Fú, gyerekek, nagyon komoly. Na, azt meg is enném. És csíp. És csíp, az a baj neked, hogy sajnos igen, hát az vegák nincsenek nagyon, de... alga biztos van. Az van, igen, mindenféle dolog. De te halad se, ugye? Te halad se össze. Igen. Nyugtass meg, a homárfarok nem tört el. Képzeld, ez nem volt. Nem ilyen, nem ilyen puccos. Hogy lehet így? Rák volt a legpuccosabb, de sem, mit tudom én, mi az, amit így kipszívsz. Osztriga. Osztriga, se homár. Tehát nem. Sok mindent lehet kiszívni. Nem az osztrigára. Nem ez a nagyon puccos, hanem ez, amikor úgy tudod, úgy beülsz, kicsit úgy jól esik ott üldögelni, 8 asztal van, lekapják a terítéket, fölrakják. Na, nagyon klassz, nagyon jó kis étterem, úgy ott kajáltunk tegnap este. Ha valaki látott, én voltam. Igen, én voltam. Ha valaki ott, az én voltam. Igen. Igen, jó? Igen, az én voltam. Na jó, van, mi volt a múlt héten? Játékkal? Múlt héten? Hát 5-0. Ötöcskét beúztunk? Igen, 5-0. Pihentessük őket egy hétig, nem? Hát pihenjenek el, most játsszunk, megint kenjük el a szájukat. Hát mit csináljunk már? De most tényleg, most megint kapnak egy ötöst, akkor mi lesz? 5-0, és egyébként azért érdekes, mert nem is ünnepeltünk nagyon, tehát megvolt az ötödik, és akkor azt a napot, a pénteket nyugtáztuk, hogy pénteken nyertünk, de semmi pestőpukkartás. Önmagunkhoz képest nagyon szerények voltunk. Még egy rövid beszólás sem volt a részedről. Semmi. Nem, szerényen. Alázattal megtisztelve viseltük ezt az 5-0-át. Tehát, hogy tényleg. Azért van, most azért hétfőn egy kis artoskodás belefér, hogy van-e még valaki, aki játszani akar, vagy esetleg sírtok kicsit a sarokba, vagy most kicsit megvárjuk, megnyugodtok, vagy mit csináljunk? Játszunk? Hát, csak úgy lazán. Csak úgy finoman. Csak nem? Úgy lazán hát, toljuk. Igen, vagy engedjük el a dolgot, tehát játszunk, de nem úgy játszunk, hogy... Nem engedjük el. Én szerdáig vagyok, úgyhogy aki akar nyugodtan, de tessék úgy választani, hogy én csütörtök pénteken már nem vagyok, úgyhogy szerdáig kifújom az ma órát. Hát akkor minden nap te vagy. szerdáig nagyon szívesen. Jaj, gyerekek, jó van. Azt a Tibi megérkezett? Meg. Elengedték bankokból? Hívott? Hívott a múlt héten. Nagyon nagy harba lehet a műsor, mert engem hívott sztár vendégnek. Te neked kéne beülni a hintában? Mondom, Tibi, nincs már hinta. Azt ja, már nincs hinta. Nincs hinta. Nem láttam már nagyon régi. Mondom, ekkora gond? Hát, hogy tényleg, aranyos vagyok ide, de mondta, hogy nem, ő ezt már régóta tervezi, és tudod, holnapra kell menni. Tehát abból egyből tudod, hogy baj van. Vagy tudnál lenni. Igen, régóta tervezünk. Most gyere be! Fel vagy öltözve, cipő van rajta. Igen. Most gyere be, mert baj van. Igen, őszintén, Tibi, na jó, ki mondta le. Igen, na jó, akkor ki nem jött el. Én is ezt kérdeztem. Na jó, ki nem jött el. Mi lehet a baj, Tibikém? Úgyhogy itthon van. Beszéltünk. Jó, mi újság, Vévi ügybe, János? Fogalm sincs, no. Hangot nem néztem. Komolyan kimaradtál hétvégén? Nem, most nem. Majd ma este pótolod? Hát, önös más volt a dolog. Meséltem róla, hogy voltam Kecelen? Van magyar tűzérség története kiállítás, és ugyanott. Na. Őrület. Megőrülök, olyan helyeken jársz, hogy egyszerűen borsozik áttam, hogy ezt hallom. Szóval nem vévésztél? Kimaradtál belőle kicsit? Nem, most pihentetem egy picit a dolgot. Én beleolvastam a mai napi sajtóba, ott már két lány egymásba gabajodott, tehát az már tudni. Meg valaki már nagyon szerelmes lett. Tehát ez alatt, az egy hét alatt élete szerelmét már benne megtalálta. Igen? De azért azt hogy megnyugodtam, mert hogy a hétvégén, illetve nem, a múlt héten beszéltem arról, hogy na végre egy normális arc is bekerül a villába, aztán kiderült, hogy a srácnak volt egy kis felfüggesztett bőrje, 50 milliós csalás, vagy nem tudom, valami ilyen ügyben, úgyhogy jó van akkor. Viszont a sorozat kedvelőknek mondom, hogy a kis telefonon, meg ahogy látom már az SMS falon, többen írják, hogy ma elindul egy nagyon fontos sorozat második évada, aki esetleg nem látta, nézze meg, a Kevin Baconnel a Following nevezetű sorozat, több mint zseniális egyébként, és ha minden igaz, akkor ma indul az első rész. Ez most ilyen sajtórész, vagy újságírói rész, vagy ma már tényleg indul, nem tudom, de indul. A vezeték neve miatt te is érintett vagy, Feri. Igen, kell a Bacon. A Bacon gyönyörűen játszik, gyönyörűen. Egyébként jó színész, tényleg jó színész, és ma indul. Na nézzünk egy-két SMS-t, kivel mi történt a héten, és mit írnak, ami drága hallgatóink. Ma Sebestyén névnap van, mert sokan elküldik, hogy Isten éltesen, nem ünneplek nagyon névnapot, de akkor ma úgy látszik Sebestyén névnap, mert Balázs nem lehet. Hát és a harmadik. Vagy Otto. Vagy Otto, igen. 85 és úton Veszkénynél az autókereskedés előtt személyi autó az árokban, ezt Tibi küldte nekünk. Nem fogjátok elhinni, mit álmodtam, írja Richelieu. Idézőjellel, ez nem tudom, hogy ez mire vonatkozik. Ha valami jót, akkor azt írd meg nekünk mindenféleképpen. Szerdától gyógymetál van, kérdezi Jessica. Csütörtöktől. Csütörtöktől még szerdán vagyok. Még nem.
Lesz. De utána véletlenül bebe esik egy-egy. Bebe is? Persze. Már bebe is betárnyom. Ha tud metált, énekel, akkor jöjjön. Lajos Mizsei pihenőnél M5-ös autó a szalakorától pihen, ezt Mizsei Jani küldte nekünk. Köszönjük szépen. És azt mondja, hogy igen. Áramszünet miatt nem jár a 14-es villamos, a béketéren áll egy szerelvény lehúzott áramszedővel. Ezt Bence küldte nekünk, köszönjük szépen. Ez is egy friss közlekedés, és tulajdonképpen nagyjából ennyi. Mi van ezzel a béketéri robbantóval, ez az ürömi kimenés, ez mi volt, hogy árnyékra vetődtek, kicsit több százan megszállták ürömön? Nem olvastátok? Kimentek ürömre, mert azt hitték nyomon vannak, aztán kérdődött, hogy nincs ott semmi. Nem lett belőle semmi, sajnos. Egy crossmotoros arra járt. Igen, crossmotorosból elég sok van. Igen, arra felé. Benéztek egyet. Pedig már a crossmotornak a típusa is megvan, ugye? Hogy egészen konkrét. Ami, én nem tudom, hogy miért kellett ennyi idő ahhoz, hogy ezt így kiderítsék, de nem volt. Most láttad azokat a felvételeket, amit a kamera csinált? Figyelj, az első azon felvételeket, azokat láttam, azokon nem volt semmi. Tehát, hogy így, és itt vannak a felvételek, amiket a rendőrség a rendelkezésünkre bocsátott, és nézed, és így mi van ezen a felvételen? Nem, egyszerűen értelmezhetetlen volt a látvány, utána küldtek egy jobb minőségű. De azon is csak ez az enduros csávó van. Igen, igen. Tehát nincsen változás, csak mondjuk egy picit több rajta a pixel. Igen. A tankos elindítása mondják egyébként, még visszatérve ugye a 23-án valamelyik tüntetésen elindítottak egy tankot, erről is beszéltünk, hogy épp az volt a lényeg, hogy aksi nélkül indította be a kompresszorral a bácsi. Tehát, hogy ő valami tudott, hogy nem vitt oda egy 100 kilós aksit, hát, hanem valahogy ő azt ott úgy aksi nélkül beröfölták. Hát vagy hívott egy... Igen. Hívott, tegye kettesbe, papa, igen. Lökjük. Hívott egy 6x6 taxit egy ezresért, és bebikáztatta vele. Van ilyen. Igen, jó szolgáltatás. Ja, imádom egyébként. Hányszor használtam régen, te jó Isten. Na jó van. Oké, nézzük meg akkor az első játékosunkat, hogy ki lesz az. Jó, SMS-be lehet jelentkezni nyugodtan. A játékra hírek alatt, mi pedig jövünk vissza nem sokára. 10 perc van, pontosan 7 óra. Hello mindenkinek, jó reggelt. Hétfő van, egy újabb hét. Január, tök mindegy, mennyi nem szokott erre rászokni, hogy ezt mondjam, tök mindegy. Ah, igen, a polgár közelében az M3-ason lerobbant busz a leállósában, de belóg a külsőbe is, Pisti küldte nekünk, és egy kis teherautó zugált a hátsó világítás nélkül Miskolc felé az M3-ason a 123-as kilométer körül. Aha. Vagy úgy. És kis teherautó zúgat. Az M3-ason megy a 123-as kilométernél, és nincs hátsó világítása. Szakad az eső és köd van, elég alternatív állapot. Ez Csepi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Ezek a legfrissebb közlekedési hírek. A Hősök terénél autók ütköznek, ott pedig dugó lesz. Köszönjük. Ennyi. Nem rossz. Csendes egyelőre még. Olyan sztori volt hétvégén. Na. Most olvastam, hogy két lánytól el akarták rabolni az autóját. Később beugrott egy csávó. És az volt a marha nagy szerencséjük, hogy ott mondta, hogy induljál azonnal balra, ne balra menjél jobbra, és a lány elrájtotta a kormányt, és baleseteztek. Nem lett senkinek semmi baj, viszont a késes csávó megijedt és elszaladt ettől. Várjál, most jön a sztori érdekes része, ez eddig is az volt, de hogy büntethető-e a sofőr lány ebben az esetben, mert ő okozta a balesetet, hogy őt elő fogják-e most venni. És egyébként... Aha, értem. Érted? Egyedül volt a lány, vagy ketten volt. És a másik lánynak a torkához tartotta ki és a csávó, hogy már pedig most azonnal elindultok, és akkor mi lesz? És úgy... Hát büntethető nyilván nem lesz szabálysértés, nem indítanak ellene, hogy az ő kárát a biztosító kifizeti ebbe. Abban nem vagyok biztos. Mert szerintem egyébként nem. A biztosítók tudnak annyira gané módon viselkedni a legtöbb. Egyébként, hogy ilyet simán aztán, hogy hát erre ők nem fizetnek. Mert ugye mi történik? Tehát az ő kötelezőjének kell állnia a másik autókárát. Na most a csajnak volt kaszkója, akkor az ugye ő állja. A kérdés, a másik autókárát az ő kötelezője kifizeti-e? Hát az kifizeti. Persze. Az ott nincs kérdés. A saját kárát, igen. Az a nagy kérdés. Ha volt kaszkója, a másik az kifizeti, igen. Igen, ha volt kaszkója, akkor önrészből megúszta. Ha nem volt kaszkó, akkor bukó van. De büntetni szerintem nem. Aha. Tehát, hogy nem indítanak kellene szabálysértés. És másik autóval karambolozott, vagy neki ment ott? Igen, másik autó jött. Azt hiszem, valami jobbos utca volt, nem tudom pontosan a sztorit, csak az a lényeg, hogy elindultak balra, nem, jobbra menjél, és akkor ott, ahogy gyorsan elhúzta a kormányt, akkor történt a baleset. De elkapták a csávót is. Aha. De érdekes. Ti így zárjátok az ajtót egyébként? Így minden négy ajtót, mondjuk piros lámpánál, vagy ilyesmi? Hát mondjuk, nekem kettő az autóba, és ott a család. Ja, igen. És fogod. És fogod, hogy elnevesz. És a gumipókkal vannak belülről összekötve. Nekem automatikusan zár 20 km/h felett.
Tehát, hogy elindulok, hallom, hogy paf, mind a négy ajtó kaptan. A legtöbb autóban már beleteszik, hogy be tudod programozni, hogy mikor zárjon, vagy zárjon-e. Én zárom, persze. Nehogy valaki beugorjon a piros lámpánál, aztán azt mondja, hogy akkor nem jobbra, hanem balra. Hát, meg kikapnak belőle, kóla. Mondjuk az én autóban nem jutsz messzire, mert be kell ütni mindenféle trükkös kódot, ha nem tudod, akkor fél percből leáll. Még néha nekem is gondot okoz. Tehát engem nem éri meg abból kikapni, meg visszarakni, de inkább azt, hogy ne szálljon be senki, persze. Lezár automatikusan. A gyerek zár az autó, a eleve zárva van ugye a kettő hátul, de az első kettő is azonnal zár. De a szerintem gyerek zár az csak kifelé működik, ám. Tessék? Tehát az kifelé van a gyerek zár, attól te kívülről ki tud nyitni. Igen? Persze. Hát, hát egyébként hogy vennéd ki a gyereket? Mi az igaz, igen. Mász már előre venni, mert már ez a gyerek zár, ez a gyerek zár annyira jó, hogy nem tudlak kivenni, igen. Mondjuk, hogy a benyomják hátul az ablakodat, és kirántanak mondjuk 2,5 négyzetméter vajbőrt, már azzal is megvan. Nincs csoda, hát az értékesítik valahol az... Éves rendben van. Az utolsó Ausztrál kengurut ölték meg azért, hogy az a bőr az benne legyen, úgyhogy igen. Na jó van, játszunk akkor a hét első játékosával, jó? Aki már itt is van. A Verhetetlen Rádiós Trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggel! Sziasztok, jó reggel! Hello, ki vagy? Szia, Budai Edina volni. Edina, hello Edina. Edina, szia Balázs. Honnan hívsz minket? A Mátra aljáról. Na, ott a falu szélén. Ott a falu szélén, igen. Úgy igaz, jó. Mátra aljáról. És mit csinálsz? Dolgozom éppen. Mit? Egy multicégnél vagyok, irodán dolgozom. Uh-huh. Irodán vagy. Már ilyen korán, hát ilyenkor még azt hiszem, hogy... Hát igen, ilyen korán, 6-tól 2-ig. Ja, hogy ez egy ilyen korai szakasz. Igen, aha. Igen. Jól van, kivel szeretné játszani? Veled szeretnék, Balázs. Megpiszkáltad őket, csak mondom, hogy szerdáig itt vagy, ezt mondtad, és szerdáig. Igen, tudom. Már ezt a Balázsnak mondom, hogy ő húzigálta a bajszot. Pont az utolsó kort kávémat akartam meginni, és elolvasni még egy cikket, és erre hát már kora reggel velem akarnak játszani. Jó, Jani megragadta a stoppert, ez azt jelenti, menni kell. Ha a stopperes, az időmérő kiadta a parancsot, ő már mérni akar, akkor megyünk. János, felkészültél? Ne dermedje meg a kopiluba. Igen. Mehetünk? 3, 2, 1, fire! Na, itt vagyok, tessék, amit akarsz, jó? Egy percig a tiéd vagyok. Kérdezte Balázs. Kérdezek én? Igen. Mit csinálsz? Köszönjük szépen! Na Istenem, hát nem hiszem el, hát de még csak kibontakozni se tudok, hát nem áll. Nem igaz. Gyorsan még meleg nyeld le. Nem hiszem el. Edina, mi van veled? Hát ő... Oda dobtam magam, hogy kérdezzél, tiéd vagyok, amit akarsz, erre azon. Mennyire álságos, hogy kinyírod, aztán megfogod. Hát mi van vele, Edina? Hát oh, jaj, reggel van. Hát pedig hogy akartam, hogy nyerj? Nagyon akartam, legközelebb. Jó, Edina, hát rövid játék volt, egy picit. Hát nagyon. Csalódott vagyok, hogy rákészültem erre. Jó van. Köszönöm szépen. Köszi. Ciao. Sziasztok. Hello. Gyerekek, hát most nem tudok mit csinálni, de itt várjál, de ezt el tudom indítani. Hát ez egy kicsit ünnepeljünk, nem? Hát megérdemeljük. Raffináltál, eléhajtottál egy ilyen verbális banánhéjat, és el is csúsztál. Oda dobtam magam, hogy most na, tessék, nem akarok szemétkedni, nem kérdezek vissza, amit akar, kérdez, megpróbálok válaszolni. Olyan jó hiszeműen álltam ez a játékhoz tényleg. Nem, most nincs, itt vagyok, tessék, kérdez. Erre azt mondja, igen, hát lehet így játszani. Hidd el, senki sem kárhoztat téged. Van ilyen, csupi, van ilyen. Most mondjátok meg. Na, bajtársam autóját a mentőállomás udvaráról lopták el a múlt héten éjszaka, miközben ő valakin segített a városban, írja egy hallgató nekünk. Hát ezt már sajnos visszaszerezni nem tudjuk. Budapesten a Kőbányai út, Pongrác út kereszteződésében villognak a lámpák. Ez pontosan a Mázsatérnél van. Simbohóc üzente, úgyhogy ott is mindenki menjen lassan. És a hármas ugrása már most valaki jelentkezne. Jó korán. Ugye? Ez így 3-4-7 tájékában ez elég korábban. Addig még egy Jóben bácsi is berújni és becsúszik. Bizonyám. Jól van. Hát megadtuk az alaphangot, 1-0 gyerekek. Ennyit tudtam tenni játék érdekében. Rágőzőjünk? Nem, már megiszom. Hogy állnád el?
Hát, néztétek, elég jól. De hogy kopaszodik? Igen, meg igen, hogy, tényleg, az, hogy... hogy áll, de hogy kopaszodik? Igen. Hogy elgyúrta a barkarját? Igen, gyerekek, Nisikori szorongatja azért keményen, nem? Ügyes gyerek az a kis japcsó. Hát, egy ilyen Nisi. Nézd, a kis japót azért, a kis vágott szemű, ügyesen tolja. 7-6-ra nyerte az első szetet, csak Nadal. Jól van, jönnek a hírek, jó, 2 perc van pontosan, 7 óra, aztán jövünk vissza. 7 óra múlt 9 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk, itt vagyunk, hello Jani, hello Feri, hello, drága hallgatók, nem mindenhol esik az eső, Sopronban például nem, írja nekünk egy hallgató, Hawaiion sem, most mínuszból mennek át a pluszba, és ide is jön a hideg, szerdán már úgy néz ki, hogy kezd téliesebbre fordulni az időjárás, úgyhogy lesz kajszibarack, Feri, ez jó. Nem biztos, most megszívták magukat a rügyek. Van remény, lesz kajszi, úgyhogy nyugalom. Hát nem lesz, most mondom, megszívják magukat az esővel, -6, szétfagy. De a természet rendbe hozza ezt. Már hányszor fagyott el januárban egy csomó minden, azt márciusban ugyanúgy. Lesz hélyen igen, tüzérnaspolya. Igen. Gyerekek, nem akármilyen hírem van, Möri melegít. Jaj, de jó! Hát nehogy kihűljön. Szegény. Gyerekek, csak mondom, Andy Möri melegít, jó? Ha valakit esetleg ez úgy, nem is tudom, hideg rázna a hírtől, vagy borsozna, hát csak mondom, hogy Möri melegít. Nem kedvelem egyébként annyira. De a melegítés. A melegítése meg Möricse, de mondom... Húzza az ember meg az időt állandó. A fenének melegítenek, nem, miért nem az öltözőben melegítenek. Szóval Andy Murray melegít, Nadal meg Gyuri Nishikorit jelen pillanatban így állunk. És ma a teniszrajongóknak mondom, Tsonga Federer. Az egy igazítse meg ezt. Igazítse meg ezt. Tsonga Federer. És őt így hívják, hogy Gyuri Nishikori? Igen. Igen, nem Győri. Győri Nishikori, Győr mellől jött, igen. Igen, mosom magyarovári valójában, de egyébként... Igen. De az nagyon hosszú lett volna. Ennyi. Igen. Az igen, anyukája turkevei, az apukája japán, és ebből és lett a Győri Nishikori. Figyelj, mennyire jellemző egyébként az, hogy egy teniszezőnek ekkora láma, mert hogy én evezőt kapnék az ő bal lábára, tartozott cipőhöz. Möri magas is, nagy is, láttam a Champs-Élysées-en sétálni, amikor kim voltunk Párizsban, akkor volt a Roland Garros, és pont jött szembe. Az Párizsban van? Nézd azért, én értem, hogy hétvégén is múzeumban voltál, de hát azért mégis csak külföld. 1500 jármű, 3 hektáron. Mindenkinek látni kell. Ott jött szembe a Möri, és figyelj, akkora vádlia volt, hogy nem hittem ezt, hogy ilyen vádli, te még nem láttál. Itt, mint a fejem akkora volt a vádlia. És ugye 1,90 a csávó, mondom, úristen, milyen lehet ezzel így fölmenni egy pályára, és itt szervágat neked néhányat. Hatalmas. De jobb vádlián van valami csúnya sérülés szegény. Hát lehet, hogy Lendl oda vágott egyet. Igen, Lendl oda. Iván oda Lendl. Vádli láttad már egyébként játszani? Nagyon tehetséges kínai játék. Vádli óriási. Nagyon, nagyon durva. De japán nem kínai, nem? Vagy a kínai a vádli? Kínai, hát szerintem inkább kínai. Szecsuáni a srác, azt hiszem. A 4-esen a 29-es könnél a lámpás kereszteződésén baleset, hatóság már a helyszínen torlódás várható. Ez Audrey küldte nekünk. Nem a fuvolázás kemény harántartására jönnek az SMS-ek, hát, már nem akarok reagálni. Budapesten a Kőbányai út, Pongrác út kereszteződésében villognak a lámpák, ez a Mázsatérnél van, úgyhogy ott is mindenki figyeljen valamit. Itt van egy hallgatónk. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, Csaba vagyok az M1-esről. Csaba, hello, mit látsz? A 40-es kilométernél 3 autó karambolozott, egy kamion és 2 személyautó, az egyik a Tallakkorláton van, ez Győr felé található, alakul a dugó, és szerintem teljes útzár lesz. Ajjaj, de ez hányas kilométernél van, bocsánat? 40-es kilométernél. 40-es kilométernél Hegyeshalom felé? Így van. Te jó Isten. És te még átcsúsztál, vagy te a másik oldalról láttad? Én voltam a második autó, aki odaért, és el tudtam jönni a leállósávnál éppen, ott csak eltértem. De lehet, hogy útzár lesz az M1-esem. Hát valószínű. Jó, fontos, hogy ezt elmondtad nekünk. Csaba, merre mész, mit csinálsz? Győrben megyek, én ott dolgozom. Győri ő is. Győr. Ja, nem Pesti vagyok, csak Győrbe dolgozom. Akkor minden nap Pest, Győr, oda... Pest, Győr, oda-vissza. Atyaisten, Atyaisten. Mit csinálsz Győr, vagy el kell menned Győrig, hogy tudjál? Én egy marketing cégnek vagyok az egyik, a győri kirendeltségi vezetője. Aha, és akkor ingázol. Az szép, ingázol, azért az napi 200-at levezetni, azért az kemény. Hát 2 éve. 2 éve ezt tolod? Igen. És van, hogy ott tudsz aludni, vagy minden nap van az ingázás? Minden nap. Nem, ő már az autóban alszik oda-vissza. Igen. Szerintem annyira ismert minden kilométer követ. Magától megy az autó. Igen. Fizetik az úti költséget, meg a benyát, minden? Nem. Önköltségből jár, teszel meg napi 200-at? Önköltségből. Tehát az hogy? Az 5 nap alatt az 1000 kilométer? Hát 4000 kilométer. Ez 4000 kilométer. Hát olyan a kereseti lehetőség. Ja, hogy még így is megéri. Így van.
Mert azért, ha mondjuk eszik 10 litert az autót, az 4000 kilométeren, Ferencem gyorsan na, a lendüljél akcióban. 400 liter. Na pörögjenek azok az agysejtek. Na indíts meg a reggel felé. Az 400 liter, ha 1 liter. Nem, ja, 120 ezer forint havonta. Jó, egyébként miért kérdezünk meg, hogy sokkal egyszer. 120-at tankolsz el, és nem fizeti a cég. Nem, olyan a kereső lehet. Nemzetközi cég, jól fizet. Megéri. Aha. Na jó van. Oké, jó munkát neked, köszi, hogy elmondtam. Köszi szépen, sziasztok. Ciao, hello, hello. Egyébként ez csak nekünk sok így magyar viszonylatban, tehát az amerikaiak egy órát utaznak azért, hogy a következő Walmartba el tudjanak menni bevásárolni náluk. Ilyen távolságok vannak, tehát hogy most egy óra Los Angeles külvárosából mire beautózol, az egy óra körülbelül, tehát hogy itt meg elérsz a határig szinte. Walmarttól jó pamutáruk. Ja, hát tudom. Jó, zoknik. Más világ van ott azért. Egy előrér. M5-ös 66-os kilométerénél kocsi a szalagkorlát tetején, rendőr ott dugót nem okoz, de ezt nem tudom, hogy hozta össze. Jött még egy hallgató. Jött egy SMS egy hallgatótól. Na, egy mondatot erről a bácsikáról, aki megütötte azt a nőt, aki hozzá betört. Ez engem mindig nagyon nagy lázban tart, mert nálam is különböző védelmi rendszer van, meg minden. Hallottátok a hírekben? Tartanál egy bácsit? Tartanék egy bácsit, aki elkapja a rossz lányokat, akik bejönnek hozzám. Ugye, a 76 éves férfi az állítása szerint, ugye a hír úgy szól, hogy tegnap délután betört egy nő. Női betörő. Aha. És ő otthon volt, és tetten érte a betörőt. A nő pénzt követelt tőle, azért a nő is elég bátor, tehát ritkán van női betörő, ő pedig megütötte, és a betörő kórházba szállítás közben meghalt. A bácsit viszont őrizetbe vették. Na most ilyen szituációban mindannyian lehetünk, ugye? Ez azért érdekes. De hát, ha Ez nem a, értem, hogy ki kell vizsgálni, és amíg nem vizsgálják ki, addig őrizetbe veszik. Persze, a bácsit. De ez a jogos védelem. Ha te jössz hozzám, és én leverek neked egy nyakas, mert nem tudom, hogy csak pálinkát jöttél inni, vagy vinni valamit. Igen, vagy el is akarom vinni a pálinkádat. Akkor ez klasszik jogos védelem egyébként, nem? Hát és ő, vagy ilyenkor bizonyítani kell, hogy a nőt nem ismertem. Mi van, ha ismertem? Akkor én még hihetem azt, hogy ő betörni őt, mert nem szólt nekem előre. Ugye hát ebből ez a Pistorius, ugye ez most hasonló. Igen. Mondjuk onnan mellől lement ki a csaj pisilni. Igen, igen. Na de, mondjuk este 11 órakor otthon vagyok. Jó? Uh-huh. Éltünk már át ilyen pillanatokat mindannyian, hogy otthon voltunk este 11-kor. Ugye? Tehát este 11-kor otthon vagyok. Mondjuk jön a Viki haza. Igen. De azt mondta nekem... Pénzt követel tőled, mint annyiszor már a múltban. Nem, azt mondta nekem, hogy ő csak 3-kor jön. Uh-huh. És 11-kor hazaért. Te megijedsz. Én megijedek. Hogy ő egy betörő, és azonnal fönt vagyok a felső szinten, és hallom, hogy valaki lent járkál. Leszaladok, és leverek neki egyet. Magadhoz veszed a kezedet. Magamhoz veszem a védelmi eszközt. Igen. Leszaladok egyet, és ő mondjuk a sötét gardróba turkál, oda megyek, és megpofozom. Aha. Akkor... Csináld még, csináld. De akkor az jogos védelem, ha én azt hittem, hogy betörő van? Ez szerintem nagyon érdekes. Vagy bizonyítanom kell, hogy nem volt semmilyen veszekedés, csak én azt hittem. Vagy egy veszekedést el lehet így mismásolni, hogy azt hittem, hogy ő ilyen kettőkör egyébként betörni jön? Hogy van ez? Nem, a példát szerintem egy picit azért sánti, tehát nyilván nem odamész és leversz neki egyet, hanem azért rákérdezel, hogy mit keresel az oknyaim között. Na de mondjuk én elalszom a kanapén. És mondjuk mesztelenül alszom el. Bonyolítod a dolgot. Kicsit kezdte veményes lenni. Hozzá nyúl ott. Attól mindig megijedek. Attól mindig nagyon megijedek. Fölülök, lenézek, hogy te mit csinálsz itt, és már elalszom. És csak azt hallom, hogy valaki jön be. És nem várom oda mondjuk a páromat, vagy ti nem várjátok is. Hirtelen megütöm. Mi miért várnánk a Vikit? Igen, az egy érdekes dolog. Hirtelen megütöm, akkor az jogos védelem? Vagy hogy van ez most? A bácsit miért tartóztatták le? Nem, mert nincsen fenyegetés. Abban a pillanatban nem valósul meg fenyegetés. Hát úgy ütsz meg valakit, hogy igazából azt se tudod, hogy ki az, meg mi az. De akkor hol van a határ, hogy én betörőnek gondolom, vagy ő valójában betörő? De várjál, érted? Itt a bácsi úgy ütötte meg a nőt elviekben, hogy a nő már ugye fenyegette őt. Adja át a pénzt, meg különben baj lesz, vagy adjon ide mindent, ami ingóság, meg mit tudom, mozdítható. Igen, itt jelen esetben a néni megfenyegette a bácsit. A bácsi meg adott neki erre egy hatalmas pofont. Azért ez a szituáció is izgalmas, valljuk meg, nem? Hogy ott a rabló, aki kiabál, hogy már pedig add ide minden pénzre, puff, és lekeversz neki egyet. Ha? Ez is azért milyen. Ott abban a pillanatban, amikor neked tulajdonképpen félned kéne, mert ott áll egy üvöltöző rabló veled szemben, ehhez képest te a bácsi mondod, nem félt. Én nem nagyon félt, hanem lekevert egy nagy taslit. Ott a bácsinál szerintem azért megvalósult ez a jogos védelem. Figyelj, igen, nem használt egyéb szerszámot, mint amivel rátámadtak. A nőnél is volt két kéz. Igen, nála is volt két kéz, a bácsinál is volt két kéz. Szerencsétlen eset, hogy így történt. És ha a betörő
védekezve üti meg a bácsit, mert ő is védekezett, akkor rá nem vonatkozik a jogos védelem? Tehát engem elítéltek volna betörésért, kaptam volna 2 évet. Így viszont, hogy védekeznem kellett és megöltem, így viszont kapok majd mondjuk 5 évet. De én csak azért védekeztem, mert a jogos védelem miatt én megvédtem saját magam. Nem, most már vagytam most a betörés közben. Nem, hogy csak kérdezem, hogy egy rablásért kapsz mondjuk 3 évet. Aha. De mikor a bácsi rám támad, és én megvédem magam, de én nem akarom őt megölni, tehát én nem azzal a szándékkal megyek, hát, akkor az rablógyilkosság már tulajdonképpen. Igen. Akkor, aha, igen, tehát akkor ott igen. Már nincs jogos védelem. Nem majd gondotlanságból elkövetett emberül és rablás közben. Nem, most csak kérdezem, hogy én nem akarom megölni a bácsi, csak megijedek attól, hogy megüt, védekezek, és úgy emelem föl a kezem, hogy közben a bácsi meghal. Akkor az már ugye rablógyilkosság. Tehát a betörőt nyilván nem védi a jogos védelem, csak mondjuk azt, akihez betörnek. Ugye? Ebben a formában. De mondjuk mi van, ha én egy rokonomról azt gondolom, hogy ő bejött? Hogy állapítják meg? Tervezel valamit? Nekem is gyanús. De most tényleg, hogy állapítják meg? Na. Hát, nincs. Mondjatok itt, valamit. Itt az baj, hogy hát ez egy nagyon fura szituáció. Tehát, hogy és akkor van baj, ha előző nem este... nem megvédeni magad. Igen, ha az előző este a szomszédok például hallottak egy veszekedést közöttetek, igen, és másnap megtörténik ez az eset, akkor neked véged van. Igen, ugye fontos, hogy a jogos védelemnél azért a védelmi cselekménynek nagyjából mindig meg kell határoznia azt, ahogy rátámadnak, ugye? Tehát ezt még azért benne hagyták, ugyan kiszélesítették a jogos védelem körét, de azért egyenlő arányban kell lennie ennek a dolognak. Tehát ugye? Ha ő késsel támadta, késsel visszatámadta. Tehát arányosannak kell lennie a támadással, nagyjából erről szól a dolog, nem? Igen, ha ő késsel támad, te is támadhatsz késsel, itt ugye nem volt kés, csak kéz, azzal támadott a bácsi. Na most igen, ha te ezt megcsinálod... Igen, de én meg is ölhetem utána már, ha ő késsel jött, tehát ott már viszont nem nézik az arányosságot. Tehát ha késsel jött, de én megölöm, aha, akkor az jogos védelemnek számít. Eddig ugye az volt, hogy késsel jött, akkor csak olyan mértékben háríthattad el, amilyen mértékben ő jött. De egy családtag esetében ez nagyon nehezen védhető. Tehát, hogy ott nyilván meg kell előzni egy kis, hogy hívják, a kis verbális kommunikációnak. Tehát megkérdezett, hogy maga kicsoda mit akar, érted? Nyilván mondja, hogy hülye vagy Balázs, nem ismersz meg. Én vagyok a bátyád. Érted? Azt bárki mondhatja. Tehát, hogy ott, abból nem mosod ki magad. Igen, igen, mert ugye az van, hogy már a támadásnak is eleve úgy kell történnie, hogy jogtalan legyen. Most mondjuk, ha Vikivel történik ez, akkor ő nem jogtalanul tartózkodott, tehát akkor azért az már nehezebben védhető. Tehát egy idegen kell, hogy legyen. Na jó, de az erőszak önmagában... Ne turkáljon a cuccait között, nem? Hát, na, például. Na most akkor viszont a bácsi bajban van. Tehát amit te most mondtál, az előbb Balázs, igen, hogy ugye meg kell valósulnia a fenyegetettségednek. Na de nála megvalósult, mert egy idegen ember jött be betörni és megfenyegette. Egy fegyvertelen nő. Hát de, na de várjál, te lakásodba jött be és megfenyegetett azzal, ugye a bácsit megfenyegette, pénzt követelt tőle. Igen. Azt nem tudom, hogy volt-e nála a fegyver, de ha hozzád bejön egy betörő és te megfenyegett téged, hát akkor az megvalósult. De egy fegyvertelen nő jött be hozzád, még ha betörő. De az betörő, hát az a tök mindegy. Tehát ott már nincs az, hogyha te fegyvertelen nő jött be betörni, akkor te csak fegyvertelenül verbálisan lefokozhatod őt. Tehát az nem így van. De nem voltál olyan, vagy mindegy, hogy veszélyben vagy-e, vagy sem? Tehát ha már bejött, és el akar tőled vinni valamit, akkor te támadhatsz? Igen. Persze. Nem csak akkor támadhatsz, hogyha a te életed van veszélyben? Nem, mert ő már jogtalanul jött be hozzád. Aha. Nem, és arra gondolok, hogy hányan próbálják majd ezt úgy kijátszani, hogy ugye áthívnak egy rokont, és azt mondják, hogy betörőnek gondolták. Érted? Tehát utána hogy megy egy ilyen bizonyítási eljárás, hogy ez hogy van? Nyilván megnézik, hogy jogosan használta-e az önvédelem, nem jogosan használták, jogos védelem, nem jogos védelem. Van egy nagyobb tartozásod a rokon felé, ott abból se jössz jól ki, ha ez kiderül. Igen, csak vagy nem életszerű az, hogy odamész, és akkor ízét hirtelen irgalmatlan nagyot leversz, neki okay, nem tudod, hogy ki az. Mi van akkor, ha például a Viki mindig a garázson keresztül jön be? Én éjjel kettőkor hallom, hogy valaki matat a zárnál. És tudom, hogy a feleségem soha nem szokott matatni a zárnál, mert mindig garázson keresztül jön be. Aha. Mindig rögtön hívja a szerelőt, amikor látja, hogy be van csukó. Oda megyek, mert azt hiszem, hogy betörő. Még mindig hallom, hogy matat, valami szuszok. Tudod, valami nem stimmel, mert ez nem a Viki. Na most, ha próbálok ilyen életszerű helyzeteket. Kirántom az ajtót, és mondjuk viperával combom verem. Igen. Mert azt hiszem, hogy egyébként egy betörő áll az ajtó belül. Beled, nagyon kellemetlen lesz az elkövetkező egy hónapon a Vikivel. De mondjuk elesik és beveri a fejét. Uh-huh. És én azt mondom a bíróságon, hogy de higgyék el, hogy a feleségem 15 éve nem jött be a garázson keresztül. Aha. Én azt hittem, hogy ő betörő. Akkor sítre megyek? Vagy én csak megvédtem saját magam? És akkor elindul a bizonyítás, és azt mondom, hogy bírónő, higgy el, 10 éve nem jött be.
de most berugott, vagy most mit tudom én, vagy nem tudom, és most az ajtón keresztül akar bevinni, éjjel háromkor, azt se tudta, hol van a bejárati ajtó, mert nem is tudott arra, hogy van ilyen. 8 év a garázson keresztül. Hmm. Kimegyek, ráéjeztek, és páf! Na. Aha. Mert azt hiszem, hogy betörő. Figyelj. Akkor én megvédtem magam, de közben mondjuk megöltem a feleségem, nem? Hát, bizony. Na? Bizony. És akkor, kellemetlen helyzetbe kerülsz. Van egy ilyenkor nem véd a jogos védem, hogy én azt hittem, hogy betörő? Látom, és be akarnak törni? Láttam fenn egyszer egy nagyon jó videót, iszonyú vicces volt egyébként, de mondjuk tragédia is lehetett volna belőle, és pont ezért hozom ide példaképpen, hogy egy ilyen fekasrácot az Egyesült Államokban az egyik haverja megijesztett a teraszon. Éppen ment volna be a házam, amikor mögé ment, és akkor ilyen izébe símazba. És a srác megfordult, és abban a pillanatban olyat levert a símaszkos haverjának, hogy az megrogyott tőle. És aztán lerántották róla a izét, a maszkot, és látta, hogy a haverja. És csak egy vicc volt az egész. Na de most például egy ilyen szituációban, az egyik haverod meg akar tréfálni téged. Na most tessék! Oda megy, ráteszi a válladra, a kezét, te megfordulsz, és a kezed ügyével eső eszközzel dír rá. Az nem jogosvédelem. Jogosvédelem mindig akkor van, ha te veszélyben vagy. Tehát, hogy neked, téged meg kell, hogy támadjanak, a jogosvédelem csak akkor tud gyakorolni, akkor mindenki azt mondja, hogy ez jogosvédelem volt. Tehát itt te most megfogod a vállam, hogy leütlek, én börtönbe megyek. Mert nem voltam valódi veszélyeztetett helyzetben. Ha te a lakásomban este 11-kor az ágyam mellett rám teszem a kezed. Ez az eset, amit én mondtam, ez a srácnak a lakásánál, a hátsó ajtónál történt, hogy este ment haza. És ment volna be. Tehát gyakorlatilag ja, a szituáció az akár olyan is lehetett, hiszen ráadásul még egy simaszk is volt a fiún. Tehát rögtön azt az érzetet keltette, hogy na, itt kérem szépen egy betörés van. Igen, nagyon érdekes helyzet, mert ugye azt mondja a jogosvédelem, hogy nem büntethető akkor, ha te ijegységből vagy menthető felindulásból lépett túl a támadás mértékét. Na most, ha én a lakásommal összetoljom magam, mert valaki matat az árnál, kimegyek és fejem vágom, akkor nekem bizonyítanom kell, hogy még nem volt benne a lakásba, tehát börtönbe megyek, mert meg kellett volna várnom, míg bejön, és valóban veszélyeztet? Hát, vagy megelőztem azt, hogy bejöjjön? Megelőzted, és ijegységből előzted meg, úgyhogy megcsinálhatod a Wikis sztorit, szabad vagy. Így van. Nem akarom megölni a feleségem, nem erre gondolom. Csak gondolkozom, hogy vékony a határvonal. Persze nyilván a rendőrség is fifikás, és tudja, hogy most itt nem történt jogosvédelem, csak egyszerű gyilkosság. De hogy most ezt a bácsit lehet, hogy leültetik közben, neki ott volt egy nő a lakásában. Hát ne ültessék már le. Hát figyelj, én azt tanácsolnám neked, hogy úgyis csütörtökön pénteken mész Ausztriába síelni, nyilván fel vagy rá készülve, akkor annak, akit leütöttél, húzzál a fejére egy símaszkot, egy zsákot is keresél valahonnan, meg egy feszítővasat, amit rakjál a kezébe. Hát az már a legegyszerűbb. Van ott egy viperám, egyébként konkrétan van. Ugye az mondjuk illegális, de hogy ezt még belerakom a kezébe, hát... A zsákjába beledobálsz néhány 4 csillagos toridíjat, érted? A bolcodról. Belerakok 30 ezer forint készpénz, amit tőlem vett elépen. Nem, csak gondolkozom, tényleg ez egy nagyon izgalmas élethelyzet. Fogsz egy viperát, belerakod a kezébe, és azt mondta, hogy hát gyerekek, itt áll az ajtóm előtt viperával. Vagy ha az ajtómon kívül még az árat reszeli, az akkor még nem jogos védelem, és akkor én még túlzottan megtámadtam. Nem, szerintem akkor már támadhatsz. Akkor már támadhatom. Persze, már a behatolás előtt van. Jó, és akkor ha valaki is megfogja a saját rokonát, akivel baj van, és kiviszi az ajtó elé, miután megpofoszta és elvágódott. Hát... Ugye? Azt azért nehezebb kimagyarázni. Mi nyilván, nyilván meg az... Azért az egy jó... Hát ez a Pistorius, hogy most mi van ezzel? Ez is egy érdekes élethelyzet. Ugye, hogy ő azt hitte, ugye a műlábú futóról van szó, hogy a felesége betörő. A felesége ott aludt mellette az ágyban, kiment pisilni. A Pistorius fölébredt, látta, hogy nincs mellette, illetve nem vette észre, hogy nincs mellette a barátja, de hallotta, hogy kint neszel valaki. És egy 8-at stáracskát így belengedett a WC ajtóba. Igen, nekem ez a bajom a sztorival, hogy a nő a WC-n ült. A betörő elmegy brúzolni egyet. Pisilnie kellett. Nem, már várja, oda bemenekült a WC-re. Tehát, hogy a Pistorius elkezdett lőni, és akkor a nő bement, visszamenekült a WC-be WC-zés után, tehát üres volt a hólyagja, megnézték. Tehát valójában tényleg pisilt. Tehát a Pistorius abban igazat mond, és akkor bemenekült a WC-re, átlőtt a WC-ajtót, és a WC-ajtón keresztül lőtte le, vagy a fürdőszobajtón keresztül. De hogy ő is erre hivatkozik, ugye ott Pretoriában nagyon sok a betörés. Azt mondja, azt hitte, hogy betörő van a lakásában. Csak a felesége vagy a barátnője elment pisilni. Most tárgyalják, most nagy a csőr, nem tudom, hogy mi van. Igen, de ott megint meredekebb volt a helyzet azért is, mert a szomszédok is, meg többen is azért bizonyították azt, hogy
köztük azért elég sok ilyen feszült pillanat volt. Üvöltöztek egymással, veszekedtek, tehát hogy nem volt minden nagyon rendben. Na de azt nézed, ez se bizonyíték. Tehát azért, mert én a szomszédok szerint sokat veszek szem a feleségemmel. Nem bizonyíték, csak hát nyilván ilyenkor azért joggal gyanakszik arra mindenki, pláne, hogy ilyen viszonylag tisztázatlan körülmények, meg nem túl logikus dolgok történtek ott abban a lakásban, hogy az egészet csak kitalálta, mert el akarta tenni lábbal a barátnőjét. Igen. De mindegy, a bácsi tökös volt 76 évesen. Ő nem szórakozott, igen, nem? Igen, ne fenyegessen. Nem adom oda, puf! Nem, én sajnálom a nőt, nyilván senkinek nem jól meghal, de hát ezzel számolni kell, ha te bemész. Ugye az van, hogy a megtámadott férfit a rendőrök őrizetbe vették, és emberülés miatt indítottak eljárást elleme. Tehát elindították az eljárást emberülés miatt. De szerintem ezt hivatalból el kell indítani. Hivatalból elindítják, mi? Na mire, gyerekek, nem otoszkáljátok az ajtómnál. Az nem is, de jó? Eszünkbe nem jutott, de este 11-kor főleg. Nem, és oda csörgünk. Viperával, most, hogy kimegyek. Én most, hogy igen, csúnyán, és ennyi ember füle alatt el megfenyegetél minket, biztos, hogy nem fogunk. Nem, nagyon. Ha jöttek, csak a garázson keresztül. Az nekem nem gyanús. Jó, az ajtónál mindig robbanok. De nálam azért, hogyha engem esetleg leütnél, mégis a garázs ajtó, ez nem fog bejönni az, hogy a felére gyanakodták. Mindenkinek kell, hogy legyen valami, legalább egy paprikaspré. Igen, azt hittem, hogy a Feri térdel ott. Igen, rávertem egyet. Na jó. Igen, mondják, hogy ne viperával csináljuk, lesz széklában, mert a vipera az illegális. Igen, meg ráadásul védett is. Megharaptatlak vele. Na jó, van, 7:30 pontosan. Óven bácsira, Beruninre lehet jelentkezni egészen nyugodtan, mi pedig jövünk a hírek után. 8 lesz, 6 perc múlva, hello mindenkinek. Komárom-Esztergom megyei Bajód-Bajna közötti úton baleset van, út lezárva. Bleró küldte nekünk, köszönjük szépen. És baleset történt az 51-es úton, a Bugyi felé vezető leágazásnál. Bugyi és az 51-es út között várhatóan útzár lesz, egy személyautó, egy traktor és egy busz ütközött. Egy kicsit lealkítom. Bácsi, ilyen volt. Igen, belebeszélnek itt a Eurosportról az adásunkban. Baleset az M1-esen, a 40-es kilométernél a határ felé, óriási a sor, Cumek küldte nekünk, és igen, ahogy a hallgatónk is elmondta, pályazár van az M1-esen Győr felé. Ez nagyon fontos, az M1-es pályazár már most óriási a dugó, a 40-es kilométer előtt senki nem menjen föl az M1-esre, mert hogy pályazár van, óriási a sor. Cumek küldte nekünk. Jönnek az SMS-ek egyébként itt a Pistorius ügyel kapcsolatban, meg a bácsi ügyével kapcsolatban, amiről beszéltünk, ugye, hogy mi van akkor, ha téged megtámadnak. Erről sokszor beszéltünk már, de mindig érdekes, hogy kit véd a jog, mit tehetsz, mit nem tehetsz. Mindjárt szemezgetünk az SMS-ekből. Nagyon szerettem azokat a cikkeket, akik leírják, hogy ha tudni akarod, hogy hozzád betörnek-e, akkor olvasd el a következő cikket, hogy mennyire biztonságos a lakásod vagy a házad. És most is kinyomtattam egy ilyet, hogy ezekben mennyire nincs semmi. Léteznek olyan tényezők, amik jobban vonzák a betörőket. Tudod, ráklikkelsz, és elolvasod a cikket, mert azt hiszed... Van-e rács az ablakon? Igen. Van. Nincs. Ha szembetűnő, hogy lakásodban nehezebb bejutni, csökken a kockázat. Tehát, hogy egyszer valaki mondaná el, hogy mi a valójában betörés biztos. Például nekem egyszer egy ismerősöm elmondta, hogy a hevederzár, egy jobb hevederzár, állítólagosan fél perc, egy perc. Mennyi? Fél perc, egy perc. Egy hevederzár. A felnyomás 10 perc, a becsukás az fél perc, egy perc. Tehát hiába teszel föl, olyan szerszámmal úgy mennek be, hogy körülbelül fél perc, egy perc. Tehát lassítani lehet. A bejutás csak nagyon ritkán lehet megakadályozni mindenféle sokpontos, nagyon drága ilyen biztonsági ajtókkal. De ki gondolná, hogy fölraksz egy hevederzárat és plusz fél perc, nem? Vagy redőnytetetsz föl, vagy mit tudom én mit, és hogy ezek igazából nem állítják meg őket. A fóliázás az ablakon arra is azt mondják, hogy jó, de az is csak lassít. Aha. Tehát megállítani igazából nagyon semmi nem az tud, ha valójában be akarnak. Ha meg téged lassít, amikor reggel mész a munkába, és valamit behajtsz, mindent becsukod, jó, oké, hevederzár, megvalósul fel, sorké, rácsot becsukom, jó, akadok fel. Az autólopásoknál is egyébként, hogy azt mérlegeli a betörő, tehát hogy önmagában ezt a kormányzár vackot fél perc, a váltózárat szintén egy fél perc, de ha sok van belőle, akkor már nem éri meg vacakolni. Tehát itt is arról van szó, a lakásbetörésnél, és ha látja, hogy fólia van, az fél perc, ha látja, hogy rácson, az egy perc. Akkor inkább keres olyat, akinek nincs. Igen, csak simán be tud menni. Igen, hogy ilyen biztonsági ajtókat szerelő ember van, aki hevederzárakat csinál, vagy biztonsági ajtókat, csörögjön már, hogy mi az, ami jól működik. Csak kíváncsiságból tényleg, hogy próbáljunk itt segíteni, hogy például látja a betörő, hogy hevederzár, akkor inkább oda megy, ahol nincs, vagy azt mondja, hát ez most plusz 20 másodperc is bekalkulálja. Aha. Mindennel hajlamos az ember felszerelni magát, aztán kiderül, hogy ebben az esetek 80%-ában ez tulajdonképpen semmit nem ér, nem? És hogy a partvisnyél jó-e?
Már hova kitámasztani? Ja? A klasszik, klasszik védelem, anyám csinálta mindig, és ott mondja, mama, szerinted, tehát hogy ez jó valamire belülről, hogy a kilincs alá-alá támasztod. Hmm. De szerintem ez nem olyan rossz. Nem, egyébként nem. Figyelj, nem. Nem, csak semmit nem, nem ér. Most tulajdonképpen semmit nem ér, igen. Nézzük egy-két SMS, mit érek a hallgatóink. Balázs, kezd gyanús lenni, hogy már előre magyarázod szerencsétlen arát holnaptól megszaporodó kékzöld lila fekete foltjait. Gyanús vagy, te nekem írja. Fárasztó. Nem, nincsen semmi baj, csak az ember morfondírozott, hogy mégis mi történik. Azt mondja, hogy a vipera illegális. Igen, ezt többen elküldték. Mi van, áthívom a mamát, lecsapom, és azt mondom, hogy betörő volt, kérdezi egy hallgató. Anyósnál. Hát, ha ügyesen magyarázod, igen. Akkor... Ha ismerik a kedves mát, lehet, hogy el is nézik. Megértjük. 6 éves kisfiamat reflexből pofon vágtam, megijesztett, lopakodott a sötétben. Meg akart ijeszteni, ez sikerült, és sajnáltam szegényt, írja Zsuzsika. Ugye, hát ez nem a jogos védelem kategória, de hát a reflexből azért sokan ütnek, mint a Jani videójában is. Tehát, ha nem fenyeget engem, kérdezi Levi, a betörő nem fenyeget, akkor mutassam meg neki, hogy mit hol talál, és inkább ne bántsam? Na ez is kérdés, hogy ha már ő önmagában benn van az fenyegetés, vagy az kell, hogy mondja, hogy add át az értékédet, vagy megöllek. Vagy önmagában fenyegetés, hogy ő éjjel kettőkor benn van a lakásban. Szerintem ne is önmagában mondja semmit, fenyegetés. Tudom, miért jött. Nehogy elfajuljon a helyzet, megmutatok minden, hogy hol van, jó a számzár 38-12. Meg ha ő is így kezdi, hogy jó estét kívánok, azt ne vigye az alpaka, itt az ezüst. Jó estét kívánok, betörő vagyok, nem akarom ön bántalmazni, legyen kedves anyja. Ha így mondja, akkor az nem fenyegetettség, ugye? Igen. Ha ő nagyon kedves veled, akkor nem ütheted meg. Hát én azt gondolom, hogy ha éjjel kettőkor benn van a lakásodban valaki, akkor már minden, ha a kaszinó tojást hoz neked és francia salátát, az akkor is fenyegetés. Tehát nem természetes, hogy éjjel kettőkor idegen van a lakásodban. Innentől kezdve én fenyegetve érzem magam. Ha ő nagyon kedves és úriember, és finoman kér meg, hogy kedves Balázs, legyen szíves, halkan mondom a gyereknek, hogy fölébrenjen, adja át az értékeit, én valahogy akkor is fenyegetve érezném magam. Nem? Nyáron megkínál valami olyan, jó eperlevessel, érted? Az már alapvetően fenyegetés a szalmonella miatt. Azt nem tudom, hogy a fenébe bizonyít ilyet a rendőrség. Van egy tagadás, meg van egy állítás. És akkor a kettő közül hogy sakkozza ki, hogy valójában mi történt? Tehát ez a nő mondjuk nem hal meg, és azt mondja, én nem fenyegettem, csak rossz helybe jöttem. A bácsi azt mondja, igen, megfenyegetett, ezért megütöttem. Akkor mi van? Nehéz ügy. Nehéz. Főleg nehéz, hogy ugye ő már nem tud sajnos szegény beszélni. Igen. Anna, nincs olyan, aki biztonsági ajtókkal, vagy hevedelzárral foglalkozik? 555-55-00 jó, mondja már el egy szaki, hogy mi az, ami jó. Tehát mi az, amire nem tudnak bemenni, vagy máshova mennek. Hát igen, ott is rengeteg dolgot lehet hallani, például ugye a műanyag ajtóknál, hogy hiába a 4 pontos hevedelzár, kiemelik tokkal egy. Egyszerűen átégetik, nem átégetik. Egyszerűen csak oda megy szépen, és elolvasztja az ajtót, és bemenne. Igen. De akkor mi vasajtót teszel föl? Hát van. Mondják. 400 ezerért vannak olyan biztonsági ajtók, amit nem tudod, ez konkrétan páncélajtó, és nem is tudják savval leönteni, ott fa, vagy ilyen valamilyen lemez van, amilyen faszerű, de azon belül tulajdonképpen egy merev ilyen tokban van, és a tok is ugye vas, amiben belerakják. Falon beépítve, van olyan tokaról lemez, hogy ne férjen alá a feszítő vas. Mit csinálsz az ablakokkal? Tehát fóliáztatod. A fólia lényege tulajdonképpen... Magasztott páncélüveg. Igen, lefóliáztatod az és ablakot. Nem tudja betörni? Nem az, hogy nem tudja betörni, be tudja törni, de hiába töri be, maga a fólia megtartja a betört anyagot. Aha. És sokkal hosszabb időbe kerül betörni, mert ugye mi történik, ami nincs fólia? Oda megy, beütés, bemegy a lyukon. A fólia, akkor oda megy, rávág egyet, az ablak betörik, de nem dől be. Aha. És csak összetör, és utána bepókhálósodik, de tartja a fólia. Innentől kezdve neki ugye egyenként kéne kiszedegetni az üvegszilánkokat, vagy még nagyobbat ütni, vagy a fóliát megpróbálni, de nem tudja. Tehát mindez lassítja, rájön, fólia van, és akkor nem megy be. De nálad itt a hanyadikon laktok? Én azt gondolom, hogy én ott nem fóliázni. És a folyosó, érted? Ja, mondjuk ebbe igazad. Vagy foncsorozzátok az üveget. Az is tök jó, mert benéz, azt hiszi, hogy van benne valaki, és nincs fönnfüggöny. Figyelj, ha én azt gondolom, hogy ha te fóliázol, ott te mindenre gondoltál. Tehát azért, ha te kívülről valaki jön a negyediken, annak adjál oda mindent, az nagyon elszán. Valaki kopog ilyen kettő, akkor felé. Az nagyon elszáll. Figyelj, függőfajosotoknál a ti ajtótok előtti részt, ezt bontsátok le, készítsetek oda egy ilyen farkasveremet csapóhidba. Jó, nagyon jó, és egy kötéllel fogunk át közlekedni a lyuk felett. Évekkel ezelőtt azt gondoltam, gyerekek, a hevederzár az megoldás. Mondom, ez a Pali elmondta, és felejtsem el szinte. Itt van Zsolt, ajtókkal foglalkozik. Hello Zsolt! Sziasztok, jó reggelt kívánok! Zsolt, mindenféle márka nélkül, tehát
mondjunk semmit, csak hogy körülbelül, ha mondjuk egy átlagember meg szeretné védeni a lakását, és mondjuk nem családi ház, ahol többféleképpen bemehetnek, csak mondjuk egy ajtó van, ahol be lehet jutni, akkor mit csináljon, vagy mit tanácsolsz? Hát mindenféleképpen egyébként a hevederzárat ajánlom. Tényleg? Tehát, igen. Pont az ellenkezőjét hallottam, azt mondták, hogy már semmire biztonságos. Hát itt a minőségileg kell megnézni a hevederzárakat, hogy milyen típusú a hevederzár. Uh-huh. Tehát vannak azért rosszabb minőségűek, meg vannak jobb minőségűek. Uh-huh. Meg Magyarországon azért a betörőknek a 90%-a az azért nem tud úgy ajtókat nyitni, csak roncsolással. De figyelj, pont hogy jó, hogy a roncsolást mondod, hogyha a hevederzárban legyen az bármilyen jó minőség, és mondjuk egy egyszerű hétköznapi hengerzár van betéve, akkor az ártöréssel nem tud bemenni? Hát a hevederzáraknál azért már jobban levédik ezeket a dolgokat, tehát hogy egy zártöréssel csak úgy be lehessen menni. Sajnos van egy-két hevederzár, aminél tehát nem kell letörni, de egy kalapácsütéssel be lehet ütni a zárbetétet belőle Igen, ugye mindig az árbetét a gyenge pont, igen, tehát hiába megy be 6 ponton, mert minden bedug valami, páf feltöri, akkor utána neked az 8 helyre bemehet. Hát a hevederzáraknál eléggé ritka az ártöréses módszer egyébként. Igen? Tehát hogy ezt nem tudják eltörni? Na, ez megmutatom. Így van. Inkább ott mondom a roncsolásos dolog, vagy hogyha nem szakszerűen szerelik föl a hevederzárat, akkor történik, hogy be tudják feszíteni a ajtókat. Egyébként a betörő az meg tudja állapítani például, hogy ha ránéz egy ilyen műanyag ajtóra, akkor hogy az műanyag borítás ajtó, vagy ténylegesen egy műanyag ajtó? Tehát, hogy ott érdemesen neki mondjuk ilyen olvasztásos módszerrel Én hát 10 éve, körülbelül 10 éve vagyok a szakmában, én még nagyon olvasztásos ajtót azt nem nagyon láttam, talán csak egyet, ahol próbálkoztak, de inkább a feszítéses módszer, ami működik ezeknél az ajtóknál. Uh-huh. Tehát a műanyag ajtónak nincsen tartása sajnos. Tehát van jobb minőségű, tehát nem azt mondom, hogy mindegyiknél, de ezek a silány kínai minőségű ajtók, ezeknek nincsen tartása. Nem sokat érnek. Így van. Na jó van. Oké, köszi, hogy elmondtad. Ciao. Sziasztok. Hello, Zsolt. Nálunk olyan ajtó van, ilyen biztonsági ajtó, amire betörés garancia van. Tehát olyan szinten páncél az egész ajtó, mondtam, hogy egyszer vagyok hajlandó beruházni a házra, és úgy felszereltem, hogy a kertbe belépsz, és hat fejlámba rád fordul. Nem, nagyon jó, egyébként nem annyira drága, mint amennyire az ember gondolná. A családi házában én mindenhova tennék egyébként, hát nem... Szerintem érdemes pár százezret azért rákölteni, mert ha belegondolsz, hogy mennyi a kár, amit elvisznek, uh-huh. ha betörtek, a tévédet, a laptopodat, az értékeidet, meg a személyes megrázkódtatáson kívül, akkor ez körülbelül egálban pár százezer forint. Egy olyan, erről már sokat meséltem, de hát szívesen csinálok neki reklámot márkanév nélkül, egy olyan infrahálót tesz kívülről a házra, be tudod állítani, hogy milyen messziről érzékelje azt, aki bemegy. És testhőmérséklet alapján még a házat se közelítette meg, csak mondjuk belépett a kertedbe, vagy elindult az ablak felé, és már beriaszt a ház, amit rá lehet kötni távfelügyeletre, meg mindenre. Tehát nincs az ajtódnál, nincs matatás, nem üt el az ablakig, aha. már. És ha megpróbálja leütni bottal, vagy valami, akkor is bejelezte. Nem tud megközelíteni a házat. És ezt a ház falára teszik az érzékelőket, és ahogy változik a testhőmérséklet, abban a pillanatban bejelez. Ez egy nagyon jó kis rendszer. De nálad nem távfelületre van kötve, hanem automata gépfegyverek azonnal ráirányítanak. Milyen fejlámpák felmennek a kertbe, igen, mint a börtönnél, tudod, áll 3 ilyen géppisztolyos. Nem, nagyon jó kis rendszer, és én azt hittem, hogy persze, infraháló, hát ez biztos ilyen milliók, és nem. És ha megnézed, hogy tényleg mennyi kárt okoznak a betörnek, ahhoz képest ez nem egy akkora összeg. És kulcs a lábtörlő alatt. Igen. És nem jelez be kutyára, nem jelez be macskára, tehát egy bizonyos testtömeg fölött. Tehát a Vikire se jelez annyira vékony, hogy tud átmegy rajta, és nem. Ő az egyetlen, aki át tud csúszani ezen. Tehát nincs ilyen, hogy neked egy borz átmegy, vagy egy sűnés érte, derékszögbe fölülsz az ágyad véjeketők, és azt hát, hogy hatan támadnak, mert valahogy kiszámolja ezeket a testtömegeket, uh-huh. és átmegy egy nagyobb róka, vagy macska, vagy mit tudom én, egy kis velociraptor, nem jelez be. Csak 20 vagy 30 kiló fölött. Uh-huh. És nem tudsz lapos kúszni. Én próbálgattam, volt egy saját kertembe kúsztam. Nem, mondta a Pali, hogy próbáljam ki. És 6 vagy 8 érzékelő van a házon, megpróbáltam Google-ba átmenni, megpróbáltam úgy átmenni, hogy lefeküdtem és átkúsztam. És már 6-szor jöttek ki a rendőrségre, ahol be van kötve egyébként a riasztó rendszer. Megint én vagyok, semmi gond, én vagyok.
Itt vagyok. Én elveszem a maszkot, mert nem látnak. Ja, semmi baj, pánikra semmi jobb, csak tesztelem a saját rendszeremet. Nem ilyen, hogy beszólsz ugye a távfelügyeletre, és mondod, hogy most lesz egy-két riasztás, kapcsolják ki. Akkor próbáltam olyat is, hogy léptem egyet, megálltam. A ház felé. Megint léptem egyet, megint megálltam. Tudod, hogyha lassan változik a hőmérséklet, akkor át tudom-e verni. Viki nagyon jól szórakozott, mert 3 órát ezzel el voltam, hogy megtámadtam a saját házamat, és szomszédok biztos teljesen hülyének gondoltak. Léptem egyet, megint megálltak. De a rohadék mindig észrevett. Nem tudsz úgy bemenni. Felülről? Bocsánat, és felülről? Hát az melósabb. Fönt nincs. Egy helikopter érte. Igen, de akkor is ugye körbe kell jönnöd aztán valamelyik ablakhoz, és ott már bejelentsz. Meg a házuknál magasabb csak a kékes tető. Nem is magas igazából. Egy kis ráfizetésre nem kérhettél volna olyan hálót, ami mondjuk lézerháló, mint a Resident Evil-ben? De és elvágja a kettő embertől. Söpörjétek már össze a csávot ott 360 darabban. Figyelj, amit a fogamat húzták volna, amikor felszereltem, de akkor tényleg elmondta az ember, hogy figyelj, számoljuk ki, hogy mit visznek el, azon kívül, hogy azt a házat vagy lakást többet nem fogod szeretni, mert tudod, hogy idegen járt, föltúrja a cuccaidat, össze van gányolva minden, olyan, mint a belét hatolnának tényleg. Mondta, hogy számoljuk ki, és figyelj, többre jött ki, és nem nincs nálunk arany. És itt mondtad, hogy hagyjuk, Feri nincs itt. Nem számolunk semmit. Tehát elvisznek 2 darab tévét, egy DVD-t, meg a kedvenc meg a biztonság. Magnódat, igen, meg az, hogy tényleg ilyen kettő, akkor már annyiba jössz ki. Mert ha ott rajta kapsz, pont amiről ugye kiindult az egész beszélgetés, hogy mi van akkor, hogyha ha rajta kapod, és van valami durva atrocitás. De egyébként ez jó. Laci kérdezi, jó a kérdés, mi van akkor, ha magamra teszek egy teszkós hűtőzacskót? Na ezt még nem próbáltam, ma hazamegyek, kipróbálom. Tehát mi van akkor, ha síruhába megyek? Ott nincs hőkiengedés, hogy bekenem magam sárral, mint Schwarzeneggel a Predátorban. Még van mit kipróbálnom? Jó, hazamegyek, ezt meg kipróbálom. Nincs. Igen, és utána pedig jégokukat köztesz magadra. Igen, és a szomszéd látja, ez az én harcom, kenem be magam. Te mit csinálsz? Te ugye megtámadom a saját házamat. Bekenem magam sárral, mert ugye tényleg a tetted az Arnoldot, ugye, a Predátor. Nem azért nem látta. Jó fejlett technika volt az is, mi? Ide utaztak. Galaxisok között utazgatunk. De sárral bekeni magát már nem látja. Arnit, igen, a sáros Arnit már nem látjuk, közben jöttetek 4 millió fényével. Ez zseniális film. És akkor mondta az ember, hogy és 3 távirányító van mindössze, a feleségem magának, meg nekem. Igen, nyugodjon meg, mi halkan jövünk igazából. Na mindegy, jó van, szabadnak ilyen érdekességek. Jó, na, Óven bácsival és Beru nénivel játsszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Azt a mindenit. Milyen jó a szignál, azért mondtuk, de jól sikerült, és ahogy szól. Gyerekek, mi történt? Mondja valaki, hogy nem érdemlik meg ezek a teniszezők azt a sok-sok millió dollárt, meg eurót, amit keresnek. 40 fokba játszanak, úgy mondjuk már nincs 40 fokja, Nadalnak vérszik a keze az ütőtől, és most próbálják jegelni, meg valahogy bekötni neki. Gondolod, milyen fizikai fájdalommal játsza végig? Lejött a bőr az ütőnél, az ütő, hogy fogja az ütőt, ugye, szervá, meg surlódik, ahogy forgatja az ütőt a kezébe, konkrétan vérzik a keze. Egy átlag súlyemelőnek mondjuk hetente 4-szer, de azért ez is. Adjál már! És az ezredét se keresi. Súlyemel, hát az... Jó, Istenem, mi történt veled, Rafa? Mit lőd, Bibi? Te, hülye van. Aj, Istenem. Na jó, halló, jó reggel! Jó reggelt, sziasztok! János! Szia! Hello, Jani! Hallottad, mi történt? Minden faj egy adallal? Jani, honnan jössz minket? Tamásiból. Na, mit csinálsz ott? Betör szépen? Az milyen lenne? Ha bent vagyunk a Petszóba, gyerek. Az milyen lenne? Siessed a gyerekem, a 2 percből betörök. Mit csinálsz? Nem, jelenleg pihenéssel töltöm a napot. Na. Nem kell melózni. Tényleg? De mi? Szabad napod van, vagy pihent, beteg? Szabad napom van, igen. Nem, szabadnapos vagyok. Mi a meló, amit csinálsz egyébként? Szobafestő. Ja, akkor saját magadnak ad szabad napot, nem? Vagy azt mondtad, hogy majd kicsit pihenés? Igen. Vagy most szárad. Igen. Na jó, van, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, figyelj! Oké. Hajrá! Érdekes. Mos Eisley-ban vannak valószínű, ugye? Ez Mos Eisley. Mutatunk egy apró kis részletet, figyelj! Oké. Okay. Na. Ó, hát ez nem nehéz. Lehetne még egyszer? Mutatjuk, figyelj János! Na.
ismerős egyébként, csak így most nem ugrik be így rögtön. Mutatunk hosszabb részletet, Jani, mit szólsz? Kivettük a sapkát, jó? Oké, okay, rendben. És akkor szerintem minden már beugrik. Figyelj. Oké. Okay. Na 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 na. Na 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 na. Na hát ez most már. Igen. Nincs meg így se? Az a baj, nem tudom, hogy az előadott. Nincs. Mert megmutatjuk. Nagyon, de egyébként nincs meg. Megmutatjuk, hogy mi lett volna, mert akkor szerintem hosszabból se lesz meg, vagy még hosszabból. Ez lett volna az eredeti, figyelj. Milyen jó kis dal ez. Ez jó? Igen. Én ezt a korszakát szerettem a Robinak, amikor ezeket a dalokat írták. Bizony. Ilyen jó volt a nagy koncert. Igen, ezek jó, jó dalok. Jani, hát nincs ajándékcsomag, sajnos. Hát sajnálom, pedig már nagyon régóta próbálkoztam. És azért vagy szerencsés, illetve nem vagy, de azért lettél volna, mert ez nem is volt nehéz. Tehát ennél azért... Nem volt nehéz, tényleg egyébként. Csak így nem tudom, lehet, hogy így első, mert most jártak veletek előtte, lehet, hogy izgultam annyira, és így hirtelen nem, pedig ismerős volt. Igen. Köszi, Jani, a játékot. Norbi ad neked egy vigasz ajándékot, mert hallgass okay. meg, jó? Jó. Szuper, köszönöm. Sziasztok. De mit adsz, Norbi? Mi lesz az? Mi lesz az? Bagli. Ja, igen, még mindig Norbi, de már január van. Nem friss, de legalább jó. De nem kéne valami újjal előállni, Norbi, nem akarsz, nem? Bagli. Kicsit túllőttétek előrendelésben, gyártottatok. Bagli. Ja, Bagli. Így jártatok. És mit fogsz adni nyáron, Norbi? Bagli. Össze? Bagli. Tavasszal? Bagli. Rékának mit vették karácsonyra? Bagli. Gyerekeknek? Bagli. Anyádnak? Bagli. Nagy mokkavester ez a Norbi. Egy perc van pontosan, 8 óra jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 8 óra múlt 13 perccel, hello, mindenkinek jó reggelt kívánunk, itt vagyunk, tele, friss, még meleg közlekedési hírekkel. Hatalmas a torlódás az M1-esen Győr felé, mert pályazár van. Már azt mondják, hogy a 21-es kilométernél 2 kilométeres torlódás van, de én úgy tudom, hogy valami 40-esnél történt a baleset, mindegy, az a lényeg, hogy a Győr felé a 40-es kilométer után már biztos, hogy elesett az M1-es. Taksony és Bugyi között az út teljes szélességében lezárva, mert ott is van egy nagy baleset, ez Zoli küldte nekünk, és a hatoson Kakasnál a szokott helyen van KPM ellenőrzés, Kopasz Robi üzeni. Sopron határ felé baleset, enyhe dugó, M1-es, M7-es bevezető Tesco-tól dugó, Kisbazsó küldte nekünk, a Komárom-Esztergom megyei Bajót-Bajna közötti főúton szintén baleset van, lezárták az utat, és megvan, hogy hol van pontosan az M1-esen a baleset. A Bicskei lehajtó után teljes útzár Zsámbéknál már érdemes lehajtani, és úgy kikerülni az egyesen, aztán pedig visszamenni az M1-esre. Ez a 40-es kilométer környékén van. A Hősök terénél a Dózsa-György úton, az Andrássy kereszteződésében a stadionok felé baleset van, rendőr találkozott autóval. Ez Zsolt küldte nekünk, és az M5-ös 66-os kilométerénél kocsi a szalakorlát tetején, rendőr ott dugó nem okoz. Dugod nem okozta, azt nem tudom, hogyan hozta össze, írta nekünk egy hallgató, aki nem írta alá. Köszönjük szépen. Ezek a legfrissebb közlekedési hírek. BKK oldalon nyugalom, békesség? Hát srácok, semmi jó, extra. De jó. Ugye? Azt hiszem, hogy azt mondtad, hogy tájékoztatjuk a tisztelt utazó közönséget, hogy semmi extra. A közlekedésre jut eszembe, két kamionossal beszélgettem a hétvégén, na, akik külföldre járnak, következő divat van most. Két kamionos beszélget. Ez csak megszól az egyik. De nem így történt. Új divat van külföldön, hogy amikor ilyen nagyobb ellenőrző pontoknál föltorlódik a sor, a kamionok ugye állnak a szélén, és mondjuk van három sáv, mellette áll egy autósáv, és a következő sávba egy kis furgon megáll. És a következő történik. A kis... Tehát van két sáv, igen, megáll a furgon. Három sávban. Szélsőben a kamionok, mellette mondjuk autósáv, megáll egy kis furgon. Az emberünk ül a kamionjában, és egyszer csak azt érzi, hogy lefullad az autó, mert elfogyott az üzemanyag. Ugyanis a legszélső sávból az autók alatt átvezetnek egy 15 méteres gumicsövet, belerakják a tankba, és az autók alatt kiszívják az üzemanyagot. Nem hiszem el. Azt mondta, hogy nem akarták elhinni, amikor ezt először megcsinálták, hogy így nézték, hogy de hát hogy ki vitte el, úgy, hogy áll az autó.
a szélső sávban. Érted? De hogy szívják át? Tehát van egy kompresszor, egy ami... Egy nagy teljesítményű kompresszor, van egy 15 méteres gumicsöve, átbújik az autók alatt a csávó, vagy közötte, nem is veszi észre, puff be, ahogy hívják be, a tankba, és két sorra larrébb a belső sávból a kis furgónba. Megy a kis, hogy hívják a kis kompresszor, és eleszívják az üzemanyagot. Amíg állsz és vársz, mondjuk egy lámpánál, vagy hát valahol? Nem lámpánál, valami ilyen nagyobb ellenőrzésnél, vagy valami... Vagy a pihenőhelynél, vagy valahol. Például. Nagyon kemény. Olyanokat meséltek, olyan sztorikat, hogy Franciaországba járnak, meg... De mi a tanksapkát így letekered egy kamionon? Én nem tudom. Hát valószínűleg arra is van valami trükk. Hogy egy csomó ilyen belülről nyitod, meg kipattan, aha, és akkor letekered. Hát gondolom én, pajszer, aztán leugrik azt, ha nagyon akarod. Aha. Nagyon kemény. És hova teszik? Van egy a furgon hátsójában, van egy tartály. Persze, egy 600 tartály. Literes tartályben van, és abból leszívják. Így, ahogy mondod. És mennyire Balkán, nem? Igen, és már megy is tovább. Azt mondja, hogy a lengyelek a legdurvábbak, mert náluk nincs cash, nem adnak nekik pénzt, és ilyen egy-két hónapos túrára mennek ők, ott kiviszi az árut, a A3 lapot, megpakolják, újra tovább megy, és hogy a kamionos a kamionostól is csóra szól. Nagyon-nagyon durva sztorikat mondta. Atya Isten, igen, mert megtankolsz ott egy, mit tudom én, egy 800 litert, egy 1 tonnát, azért ezt gyorsan leszívják, nem? Egy nagy teljesítményű szivattyúval, puff, már el is vitte az egészet. És ezt sima hétköznapi autókkal nem tudják megcsinálni? Mondjuk kamionból érdemes nyilván, hogy egy szívásra megvan egy 800 liter. Igen, most egy 50 literes tankot leszívni az. Olyankor, amikor mondjuk szúrópróbaszerűen egy ilyen lopós autót mondjuk megtalálnak a rendőrök. Aha. Micsodát, tehát egy ilyen lopos autót, ahol ott van bent egy ilyen rohadt nagy tartály, és hát szemmel láthatóan nem annak az autónak az üzemanyag tartályáról van szó. Hosszú útra megyünk, főnök. Akkor igen, tehát hogy ott elhiszik? Ott? Nem tudom. Tehát, hogy azt le lehet kapcsolni valamilyen szabálysértésért? Hát ha... Ez érted, tudom, ott van bent egy 800 literes tartály még hátul. Hát uraim, beszélre megyünk. Igen. Hát kérdés, hogy ez mennyire... Új a GPS, hát ha eltévedünk. Nem, hát nyilván te egy bizonyos mennyiség fölött nem tárolhatsz az utastérben, na most ez mire van levizsgáztatva, hogy van levizsgáztatva, nem tudom, de nem életszerű. Hát ha még mit, mit szállítanak a furgonba? Nincs semmit, egy másfél tonna üzemanyagot, viszünk éppen A-ból B-be valahol. Nézd már, 800 liter dízolaj, vagy gázolaj. Hogy kerülsz ez ide, Csanyi? Igen, az üzemanyagos sztori nagyon régóta így megy, ugye, Laci. Tényleg? Hát nekem új volt, én tegnap beszélgettem ki egy nagyon jó fejcsávóval, és igen, én tegnap csináltam először, nekem új. De akkor ez mennyire, nem, ez már régi történet. De akkor egy pali kiszáll a csővel. Igen. Gyorsan hát, átkúszik a kamion alatt, odaskerázik, gyorsan fölcsatlakoztatja, majd visszagurul, beszáll a mikrobuszba. Azért, hogy megvan a kis lengyel, nem tudom, kis Mizovicki ott megy, és akkor izé próbálja gyorsan berakni a csövet. Hát mi megszenvednénk ezzel, nem? Megpróbáljuk ezt így lehúzni. Leszivocki. Mihály Leszivocki. Igen. Roham. Na, egy friss felmérés érkezett hozzánk, és beszéljünk is róla. Ovakodni kell állítólag a frissen előléptetett munkatársaktól, és nyilván hát hallgatóink között van olyan, akivel éppen ez történt, vagy van olyan közösség, ahol most ennek isszák a levét, mert hogy állítólagosan a felmérés szerint a hatalom az nem szokott emberek nagyobb valószínűséggel lesznek bosszúvágyók, amikor hatalomra jutnak, derül ki egy kutatásból. Ez egy ausztrál kutatás volt, és arról szólt, hogy először vizsgálták a hatalom és a bosszú összefüggését, vagyis hogy a kettő milyen kapcsolatban áll egymással. A kutatásból az derült ki, hogy nagyobb valószínűsége hajtanak végre bosszút és más agresszív tetteket olyan személyek, akik frissen jutottak hatalomhoz, így jobban félnek a fenyegetésektől, mint azok, akik magabiztosabban viselik már a hatalmi pozíciójukat. És kiderült, hogy közel 500 ember részvételével a kutatásból azt vizsgálták, hogyan reagálnak a résztvevők olyan bűnökre, mint a plágium, a hanyagság, a pletykálás és az ittasan elkövetett erőszakos bűncselekmény. Néhány résztvevőt hatalmi pozícióba helyeztek, és kiderült, hogy azok, akiket kiemeltek, és nem voltak még ilyen pozícióban, sokkal kevésbé tolerálták ezeket, és sokkal bosszúszomjasabban büntették. Tehát nagyobbat is kell, hogy ugorjon, ugye, a ranglétrán, aki szépen végigjár valamit, annak azt igen, tudja. Igen, a hatalomhoz nem szokott emberek, akiket hatalmi pozícióba helyeztek, nagyobb valószínűsége voltak bosszúállók, mint azok, akik már megszokták, aha, a hatalmat. Hány ilyen munkahely lehet Magyarországon, nem? Kis varrodák, cukrászatok, ahol van egy kis főnök, aki ugye elkezdi terrorizálni a kollektívát, de nem ő a nagy főnök, csak kinevezték, vagy benyalta magát, vagy földolgozta magát, és terrorizálja a többi alkalmazottat, mint egy saját magát felhatalmazva azzal, hogy ő ezt megteheti. De hogy erre senki nem kérte, nem? Igen, hát ez egy nagyon hosszú, kemény, rögös, nyálas út. Amire oda eljut. Amíg eljutott eddig az ember, hogy a főnök jobb keze lesz.
bár a főnök ezt sok esetben nem is igényli. Tehát, hogy azért ezek az emberek olyanok, hogy igazából nem a főnök teszi őket nagyjá. Tehát ő nem akarja, hogy de neki legyen egy ilyen. Tehát valakinek azt kell mondania, hogy akkor mától kezdve ő az üzemvezető közületek lányok, itt voltatok, huszon vagytok a Varodában, a Gizike szerintünk jobb, mint ti, és ő fog felügyelni benneteket. Na most megvan az a kép, hogy Gizikével valaki egyszer csak csúnyán beszélt a múltban, a kollégák közül, hát most Gizike megkapta a lehetőséget, hogy oda csapjon. Gizike ezzel élni fog szerintem. Biztos vagyok benne, hát nem? Hát igen, igen. Igen. Közülünk ki lenne a legrosszabb főnök? Nem, nincs így nagyon főnökség nálunk. Most nem a rádióba értem, hanem mondjuk, ha ja, úgy döntenénk, hogy itt valakit meg kell választani. Ki? Én. Te milyen lennél? Egy kis bottal, egy kis Napoleon komplexusos kis ízé lennél? Mindenkit nagyon ugráltatnál, nem, kávét azért kéne hozni reggel. Mi történne? Hogy néz neki egy reggel? Azért lennék tökéletesen alkalmatlan főnöknek, mert egy főnök nem nézheti soha a saját érdekeit a többiekkel szemben. És én mindig azt nézném, hogy nektek jobb legyen. Ja, ilyen biztos ez ennek. Igen. Tehát te azt mondod magadról, hogy te nem lennél jó főnök? Hát ebből a szempontból nem. Ha mondjuk egy héten keresztül mindenkinek azt kellene csinálni, te mondasz, mindenkinek végre kellene hajtani, és bármit kérhetnél, bármire utasíthatnál, minek meg kellene csinálni. Visszaélnél vele, vagy bosszúszómias lennél? Az a baj, hogy engem nagyon könnyű lenne megetetni bármivel. Kiélnéd az elmúlt 5 évet, amit itt kaptál? A Jani pont az, aki inkább megcsinálná saját maga. Sokkal jobb, mint a saját magát csinálnám. Nem már! Te tényleg? Érted? Tehát, hogy ez a rögtön, na jó, mindegy, hagyjuk. Akkor megcsinálom. Na, ez a Jani. De mit, hogy Bali, most már el a kávésbögrédet. De jó, mondanám, hát hogy nem. Jó, akkor elmosom én. Ennyi lenne? Már eleve nem is mondanám. Tehát, hogy annyira tudnám, hogy ki ez, mit lehet, mivel lehet oda menni. Hát nyilván nem mondanám azt neked, hogy mosd el a kávésbögrédet, amikor az elmúlt 3 évben nem tudtad egyszer. Ő menne és elmosna, és közben puffogna, hogy én vagyok a főnök. Nem vagy jó főnök, hát... Egy csomó sérelem ugye felhalmozódik az emberekben. Hát ez ilyenkor ugye nyilván erre lehet emlékezni. Hát te most főnök vagy, akkor te ezt visszaadhatnád. Bizony. Te a bundersőnös most... szopatásokat most apám. Ja tényleg. Minden visszakaphatnál. A best of. Vagy visszaadhatnál. Igen. Anna milyen főnök lenne? Tessék, holnaptól egy hétig az Anna a főnökünk. Na, és valójában kell. Igazi hatalma lenne. Szerintem vele például nagyon kéne hát, vigyázni. Hát mészárlás lenne. Tehát az Anna az a típus, aki egy minimális hatalmat is kapna. Ott kőkövön nem maradna. Ott kezdődne, ugye Anna nagyon szereti az információkat. Tehát minden reggel külön mindenkinek be kéne járnia, és jelenteni a többiekről. Tehát Annánál így kezdődne a dolog. Nézd meg, már bólogat. Azt mondja, gyere csak be. Igen, Annától minket az Isten mentse meg, hogy egyszer valaki bejön, és az legyen, hogy Anna a főnök. Nem? Tehát az a végünk lenne. Balázs, léci, gyere ide egy pillanatra, köszi szépen. Igen, pillanat, ezt még nem fejeztem be. Jó, igen. Írdogálnak. Igen, írogatom, igen. Aztán félreteszi a tolat, és fölnézz, Balázs, nézd az órára, légy szíves. Igen, mi? 6:01. Igen, hol voltál? Mikor kezdett? Te ilyen kis Napóleon komplexusos lennél, az biztos. Az Anna az a típus, aki hatalmat kapna közgyűléseken, vagy lakógyűlésen, vagy mondjuk közös képviselő lenne. Fú, de nem akarnám, hogy a főnököm legyen. Tőled nem nagyon akarnám. Félnék. Pedig nem kell, én igazságos vagyok. Tehát de hogy vagy? Gondolom, te ilyen kis Napóleon lennél. Ez miért van? Az miért van? Utasítanád? Nagyon rossz főnök lennél. Nem lennék rossz főnök. Szerintem nagyon jó főnök lennék. Azért, mert nagyon nagy az igazságérzetem, és valóban túl vannak nagy szabályok, amiket be kell tartani Sebestyén Balázs. Na látom, és már, nézd meg, Sebestyén, vannak szabályok, amiket Sebestyén be kell tartani Balázs. Sebestyén Balázs. Egy, de jól mondtad, és mi jól mondtad? Sebestyén Balázs, így nem van. Sebestyén, nem Balázs, Sebestyén Balázs. Jó, neked csak Otto. Hát jó, tehát Otto, de az Ottira nagyon hallgató. Ha tudná azt, hogy az Otto egy picit fáj neked, akkor úgy mondaná, Sebestyén Balázs. Otto. Igen. Kis szünettel, igen. És utána nagy hangsúly. Vagy csak van-e, Otikám, gyere ide. Uh-huh. Otikám, vagy a nagyon rossz a bagázna. Otto, jöjjön ide. Otto, jöjjön ide. Már megint mi ez a méhcsepp? Már megint mi ez a kis agave szirup, amit itt ön kicsöpögtetett? Igen. Mert én nem adnék neked hatalmat. Nem. Fú, de ilyen lakógyűlése meg sehol. Nem, én nem is szeretném egyébként. Nem, mert félsz saját magadtól nem, azért. Nem félek, hanem az a helyzet, hogy én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok ember, hogy mondjam, nem úgy él, ahogy én élek, és nyilván, hogy mivel én tökéletesen élek, és teljesen tökéletes egyéniségem van, így hát nehéz lenne elviselni.
Nem való nekem a hatalom. Én nem szeretnék embereket irányítani. Velem járnátok a legjobban. Bármilyen probléma. Én azt gondolom, hogy veled sem. Mondom, behívnálak bármilyen probléma miatt, belépsz. Főnök, nem iszunk meg valahova? Mehetünk. Igen. Mit rondottam el, Ferenc? Sok mindent. Egy kis pánikát? Na jó, akkor semmit. Ah, gyere, csak te azt így gondolod, Feri. Itt is az lenne. Rákóczi, legyen szíves. Lehelyen rám. De én lehelyen. Vagyok a főnök. De most ő a főnök. Én vagyok a főnök. Oda hívja saját magát? Vagy mire gondolsz? Rákóczi, jöjjön ide. De én vagyok a Rákóczi. Nem vehetem fel a munkát. Alkalmatlan vagyok. Igen, a Feri lenne a főnök, akkor azt mondani, hogy főnök, értem a rendreutasítást, igen, de előtte fújjon már meg egy szondát, és majd ha a szonda nem jelent semmit, akkor utasítson engem rendre. Nem beszélhetjük meg ezt a kantinban, de hogy nem. Sebestyén, legyen kedves! Itt van egy kis szappan, itt van egy kis víz, itt van egy kis vödör, egy szivacs. Legyen szíves, csutakolja már le az alfámat itt hátul. Tényleg alfát csutakolhat. Az lenne szerintem, mire végezne. Gyerekek, végignézek rajtatok. Nem látok bennetek semmiféle olyan hajlamot, hogy nektek főnöknek kéne lenni. Komolyan nem. Nem is nagyon pedálozunk. Nem is nagyon akartam, de jó lenni, ez így ebben a formában, amilyen beosztásba vagytok. Maradj meg te a kis nérunk. De most én nem vagyok rossz főnök, meg nem is vagyok úgy főnök, nálunk nincs főnök. Valakinek dönteni kell, van egyfajta hierarchia, de mehettek Szabira, nincs leszúrás, nincsenek nagy szembesítések, számonkérések. Most komolyan mondom, nem vagyok rossz főnök. De nálam sokkal, tessem, csak semmi. Rahagyjál meg, hopp, egy 20-as ugrott a fizutból, ne haragudjál majd, ha jön a januári fizun, és csak meg a papír. De nem, most komolyan, most mondjátok el, na tessék, kíváncsiak, nem, nálam sokkal rosszabb, a hatalmukkal sokkal jobban visszaélőbb, kis cézárok rohangálnak. Nem, akik azt gondolják, hogy azért, mert ők döntéshozó pozícióban vannak, akkor most ők itt Napóleon komplexusok lehetnek. Nem. Én nem ordítok, nem ordiválok, ha van valami bajom, elmondom, de az se sűrűn van. Tehát elég nagy lazulás van. Na itt, de nem? Barom jó emberekkel dolgozol ebből. Ez is igaz, hogy nem adtok rá okot. Igen. Így van. De most nem, biztos, hogy nem fogunk összeveszni azon, hogy hányszor megyek szabadságra egy évre, hiszen nem megyek. Ha valakivel veszekednem kéne, az a Csabi lenne. Na ha Csabi nálam dolgozna. Jani már megint? Itt vagy már. Hiszen tavaly is. Jani már megint? Kivetted az első Szabidat október 22-én az évben? Ez egy munkahely! Iszel! De Bari, az első Szabim, és november 4-e van, az első, hadd megyek ki. De tavaly egyáltalán nem voltál! Kezdesz elszemtelenedni. Mi lesz ennek a vége? Jövő évben már 2? 5 év múlva 4 nap? Aztán már be se jössz? Igen, ha veled mondjuk a Szabi nem nagyon tudná. De komolyan, nem alszotok el, nem vesztek ki sok Szabit, mindig itt vagytok. Hát itt komolyan, csináljátok már valamit, amiért leszúrhatlak benneteket. Hát a Csabival már ordítanom kellene, mert ő azért, valljuk meg, őszintén vele kivetetik, ő kimegy. A Juli mindig itt van, a Laci nem alszik el, a Viki megérkezik, te stréberek vagytok. Igen, hát valamit mondaná, csináljatok már. Feri, számolj már utána, hányszor volt a Csabi. Igen, veled számoltatnék utána, legalább a Csabival össze tudják veszni, igen. Na, nézzük meg akkor a hallgatóinkat, hogy van-e ilyen kis Napóleon komplexusos, meg ilyen kis Nero komplexusos ember, aki náluk van, és nem igazi főnök, csak azt gondolja magáról, egy üzemvezető, egy területi vezető, cukrászatban, pékségben, bárki, akit a kutya nem kért arra, de azt hiszi, megtette saját magának, ez a típus is van. Senki nem kért arra, nem? Hogy erről tudnék, legyen. És én nem akarok. Itt van ilyen, ezen a munkahelyen itt is van ilyen? Van. Ugye? Aki azt gondolja, nem az, csak azt gondolja, nem? Itt van ilyen. Veszem a telefonokat. Szia, megyek, segítek. Most ezzel még nem mondtam semmi rosszat. Nem, hát még ez, nem. Ezt most még egy csomó ember magára veheti. Így, úgyhogy tegyél is le egy pontot, ugorj. kapásból tudnék mondani kettőt. Aki ilyen típus. Hogyha hatalmat kapna a rádión belül, gyerekek, nekünk végünk lenne. Ki a másik? nem közülünk valami egyébként. Jó, nem akarok erről többet beszélni. Nézzük meg akkor, hogy mi a helyzet a nagy magyar valóságban. Igaz-e ez a felmérés, amit ugye aztán talán ausztrálok csináltak, hogy aki hatalmat kap, az bosszúálló lesz, és nem tud élni a hatalommal, ha nem lassan jutott el oda. Jó? Ez nem önkéntes endőrködés, nem azokat keresi. Ne, önkéntes főnökösködés. Nem. Tehát őt kinevezték. Igen. Nem ő maga gondolja úgy, hogy neki joga van bármiben intézkedni, hanem van hozzá pozíciója is. Tényleg én is azt gondolom, hogy ha valaki ilyen vagy ilyenné válik, akkor ott valami régebbi sérelem kellett, hogy legyen. Tehát, hogy csak úgy véletlenül nem lesz az ember ilyen rossz főnök. Ott valami volt régen, valami volt egy-két megaláztat, és nem vették komolyan, stb. Félre söpörték állandóan, köszörülték rajtuk a nyelvüket, stb. Tehát, hogy biztos, hogy valami ilyesmi volt. Csak úgy nem lesz valaki ilyen.
amit vissza akar adni, nem? Igen. Na megnézzük az SMS-eket. SMS számunk még mindig ugyanaz, 06-70-645-0. Hogy miért kell ordítani? Parancsszóra. 0-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 0
megnyitották az útzárat az M1-esen, úgyhogy dugó van, de lehet már haladni. Megszűnt az útszár, van egy kis torlódás, de már folyamatosan lehet haladni. Igen, Lacó küldte nekünk, köszönjük. Az M5-ös bevezetőjén a határúti felüljárón a belső sávban két autó ütközött, ott is alagul a dugó, üzeni Tibi. Bicskénél megindult a forgalom, robotos bandi is elküldte nekünk, köszönjük szépen. Baleset Taksony és Bugyi között, az út teljes szélességében lezáró, üzente Zoli, és Kakasnál a szokott helyen KPM van a hatos úton, ezt Kopasz Robi küldte nekünk. Na, mi pedig ugye az önkéntes főnökökről beszélgettünk, azokról, akik hatalmat kaptak, vagy hatalmat vettek magukhoz, mert ugye egy ausztrál kutatás kimutatta, hogy azok, akik ugye tulajdonképpen frissen előléptettek egy-egy munkahelyen, és van bennük bármiféle sértettség, akkor ugye a hatalom és a bosszú összefügg, vagyis azok, akik szépen fokozatosan értek főnöki pozícióba, sokkal engedékenyebbek, mint azok, akik hirtelen kapnak hatalmat, mert ott aztán elindul a mészárlás, a bosszúállás, és mindenki az úgynevezett ilyen, vagy minden az úgynevezett ilyen kis főnököknél. És nagyon sok hozzászólás SMS jön, azt írja nekünk Fecó, hogy a multik tele vannak ilyen emberekkel, elsősorban ilyen nőkkel, akik tele vannak mindenféle komplexussal, hatalomra kerülve aztán kiadják a dühüket. Nekem is új a főnököm, persze nő, ugrott a bónuszom és fizetésemelésem is, nem vagyok szimpi neki, csak mert visszahúzódó csendes gyerek vagyok, írja Fecó. Az a csajok jobban élnek ezzel, szerintetek? Jobban emlékeznek a kis sérelmekre, ugye? Szerintem egy nőben több frusztráció vagy komplexus lehet, meg egy nő egy nővel szerintem sokkal jobban rivalizál. Aha. Tehát egy női főnök sokkal jobban írthatja a női beosztottjait, mert jobbak, csinosabbak, vékonyabbak, és ezt egy nő sokkal frusztráltabban tudja megélni, mint egy pali, aki mondjuk 100 kilós főnök, de van egy kigyúrt 70 kilós, aha, kevésbé zavarja. Tehát a nőkben sokszor szerintem több az ilyenfajta rivalizálás, vagy komplexus, ami felhalmozódik bennük. Igen, egy aha, nő sokkal rosszabb főnök tud lenni, főleg a női alkalmazottai vannak. És egy nőtől nehezebben fogadja el ezt egy férfi? Nem hiszem, hogy nehezebben fogadná el, szerintem ott a nő a nőt írtja sokkal jobban. Én nem hiszem, ha nekünk női főnökünk lenne, és ez egy jó főnök, az egy férfiben nem okoz presztízs harcot szerintem. Egy nőben okoz. Igen, tehát egy nő, a nő az erősebben rivalizál. Itt van velünk Dani, hello Dani, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Na, neked is előléptettek egy osztályvezetőt, főosztályvezetővé? Így történt, igen. Tehát én magam is egy osztályvezetői pozíciót töltöttem be egy pár évvel ezelőtt egy francia hipermarketben tulajdonképpen, és ez a kolléganő Szegedről felköltözött Pestre azért, hogy ő ezt a pozíciót majd egyszer majd elérje és megkapja. És hosszú-hosszú hónapok elteltek, amikor valóban így is történt, megkapta ezt a pozíciót, és kinevezése után főosztályvezető lett, tehát egy felsővezetői pozíciót töltött be, és kinevezése után körülbelül fél órával már olyan dolgokat megtett, ami hát nem gondolom, hogy egy vezetőhöz méltó lett volna. Tehát például elfoglalta azt az íróasztalt, ugye, ami a vezetőnek az íróasztal volt, ez még rendben is van, feltette a lábát az íróasztalra, és onnantól kezdve, akiket korábban keresztnevén szólított, vagy a keresztnevükön szólított bennünket, onnantól kezdve a vezetéknevükön kezdett el szólítani. Tehát volt egy tegeződő normális viszony, főnök lett, és azonnal megváltozott ennyire? Igen, alapvetően a stílusán érezhető volt, hogy majd egyszerű főnök lesz azért, hogy mégiscsak tartsuk őt tiszteletben, de egy normális kolléganő volt, tehát együtt tudtunk dolgozni, semmi gond nem volt, hogy másik osztályt vezetett, nyilván mindannyian más osztályt vezettünk. És akkor oda átült az íróasztalához, feltette a lábát, tulajdonképpen vezetéknevünkön szólított, és kihúzott egy pálcát, volt nála ilyen antennaszerű pálca, ezt kihúzta, és elkezdett mutogatni, és aztán magyarázott. Hát már csak a megkoronázására vártunk tulajdonképpen, hogy ez mikor történik meg, mert itt borzasztóan elszabadult igazság szerint, és a kinevezés után fél órában már ez megkezdődött ez a folyamat, tehát ott már éreztette a nő, hogy ő már ott valaki. Aha, hát az ilyen emberektől mentse meg mindenkit az ég, akik így lesznek főnökök. Így igaz, én is ezt gondolom. És azóta ő a főnököd? Nem, én abban a pillanatban, majdhogy nem abban a pillanatban is jöttem. Tehát nekem volt egy kellemetlen szituációm vele, meghazudt ott az áruházigazgató előtt, ahol közölt az áruházigazgató, hogy itt a főosztályvezetőnek már pedig igaza van, mert konfliktusba kerültünk, hát nyilvánvalóan olyan helyzet volt, hogy számtalan tanúja volt ennek a dolognak. A lényeg az, hogy neki nem volt igaza, meghazudt ott, és a lényeg az, hogy
hogy azt mondta, hogy az áruház igazgató közölte, hogy már pedig itt a főosztálynak vezetőnek igaza van, és akkor innentől kezdve már nem volt kérdés. Hát egy tipikus, amit nem tudsz csinálni, persze. Igen, egy itából már nem lehet jól kijönni. Igen, na mi pont az ilyen típust keresünk, aki valahogy úgy lett főnök, hogy kinevezték, de nem érdemli meg a hatalmat, vagy annak gondolja magát, de erre senki nem kérte. Igen, hát a tiéd az előző. Gondolom, hogy a munkájából adódóan annyival jobb lett volna bármelyikünknél. Alapvetően ő megtett mindent azért, hogy ez így alakuljon, különböző szituációba belekeveredett a hova, hogy belekeverte magát, hogy ez így alakuljon. A lényeg az, hogy megtörtént ez a dolog, de mi nem jártunk jól, és nem jöttünk jól ki ebből a szituációba. Igen, ez kemény. Köszi, hogy elmondtad. Igazán is. Ciao, Dani. Hello. Azért, aki fél órában mondjuk valaki főnök lenne, és fél óra múlva azonnal már a vezeték nevünkön szólítana minket. Kis piros ilyen lézerpöttyös kis... Már mutatnál kimutatásokat. Prezentációt idővel a kezében. Nem, lenne nagy csodálkozás, igen. Mondhat bárki bármit, amíg a főnök én vagyok, pólom rajtam van, nekem ne ugasson senki. Írj egy hallgató. Ez is egy szép hozzáállás egyébként. Nekem az egyik kollégám azt hiszi magáról, hogy főnök pedig nem az. Nyaller, váskálódó bunkó. Na, itt azért elkezdték sokan kiélni magukat. Én szállításvezető voltam egy miskolci pékségben, kb. Egy alatt, nem tudom, nevezte ki úgy, hogy egy 22-23 és azt hiszi, hogy övé a világ, üzeni Peti. Minden van ilyen személy, ahogy nálunk is. A főnöknél benyalta magát a meleg kakig, azt hiszi, megtehet mindent, és mindenkin átgázolhat. A gyomron fölök tőle spitliskedik, hogy a pozícióját megtartsa. Nincs nálatok üresedés? Puszi Csilla. Nekem a haverom targoncásból lett raktárvezető, azóta olyan ingengbe járkál, amire az van írva, atya úristen. Jó vagyunk, hogyha ez jó, ha nem lenne rossz fej, tehát hogyha, mert az SMS-ből ez nem derül ki, hogy milyen lett. Ha jó arc, akkor az jó. Az atya úristen póló, azért ez nem rossz. Igen, adj valakinek hatalmat, és meglátod, hogy milyen ember valójában. Üdv, Jana. Ez egy jó mondás, igen. És atya úristen, csak így nem mutatod, tudod, ki vagyok. Ha? Atya úristen. Ha? Ha? Érted? Jogi. Nem az a komárkája, én vagyok a főnök, a boss, ért? Igen. Engem a múlt héten emeltek ki csoportvezetőnek, hát ne tudjátok meg, hogy mit kaptam a többiektől. Mindenki irigy, és mindenki gyűlöl, mert eddig velük voltam, most meg én adom a melót. Anyám biztos sokáig fog élni, írja nekünk egy hallgató. A mi gizigénk a varrodában hülye, mint a tök, és molesztálja a műszerészeket. Jó, hogy a gizit hoztam példának az előbb. Igen. Ez is SMS-ben jött. Hát vannak érdekes hozzászólások, igen. Ha felkerül a szarapolcra, rögtön lekvárnak képzelni magát. Írja nekünk Laja. Behajtó iroda vagyunk, a titkárnő a főnök asszisztense lett, már azt hiszi, ő a főnök, ráadásul semmit nem tud hamburgernek, nevezük ráadásul baromi ronda. Írja nekünk egy hallgató. Hamburger? Okay. Budapesti kávézóban dolgozom, alkalmazottak voltunk a kolléganőmmel, de ősszel üzletvezető lett, azóta nagyon megjátsza magát, úgy tanítgat tejet gőzölni, mintha új dolgozó lennék. Közben itt vagyunk együtt 3 éve, írja Rita. Na, azért hát, ez is kemény. Igen, hát ez szörnyű, a ciki lehet. Okay. Az abbaházi legyen a főnökötök, nincs bent sokáig, így dirigálni se tudna. Nincs bent sokat. Petting Elek küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. Persze, Balázs, mi mind idióták vagyunk. A nők csak egy hormonok által túlvezérelt hárpia lehet. Szerintem még mindig az a gond, hogy ezeket a dolgokat nemhez és nem intelligenciához kapcsoljátok. Elárulom, vannak köztünk is normális emberek, ám én nem azt mondtam, hogy a nők hülyék. Én azt mondtam, hogy egy női főnök sokkal jobban tud rivalizálni egy női alkalmazottal, mert önmagában a nőnek a személyiségében benne van, hogy nővel jobban rivalizál, mint egy pali a palival. Hát ez tény. Ennek ellenére nem azt mondom, hogy minden női főnök rossz. De a nővel, ha azonos beosztásban van, aki sokkal jobban rivalizál. Egy vadidegen nővel is jobban rivalizál egy nő. Tehát, hogy ez alaptermészet. Én amúgy azért is kérdeztem az előbb ezt, hogy szerintetek egy nőtől jobban elfogadja egy férfi azt, hogy egy főnökösködik, vagy basáskodik, mint egy férfitől. Mert én például igen. Tehát, hogy én egy női főnöktől, hogyha az, mit tudom én, egy kicsit így igazságtalan, vagy keményebb, vagy nem tudom mi, beszólogatósabb, vagy jobban visszaél a pozíciójával, ezt mégis valahogy jobban el tudom fogadni, mint hogyha egy férfi csinálja ugyanezt velem. Akkor te szeretet az ágyban is megbüntetnek? Na meg, persze. Mint dominását játszanak veled? Hogyne. Most, hogy így nem, arra akarom utalni, hogy ezért örülök neki, hogy metroszexuális vagy. Ha kell a női énemet nézed, igen. Ha kell a férfi énemet nézed. Hát ennyi. Mindig tudsz magyarázatot találni, hogy miért ne utálj? Ez azt akarom. Igen, igen. Jó, hát most nehéz napja van, most csaj. Persze, most egy kicsit picit megjött neki. Igen. Mindegy, nem én. Nem ez nálad ilyen anyakomplexus lehet akkor, nem valószínű?
Hogy? Hát, hogy a nőtől jobban elfogadod. Hát azért meg a csecseidhez nem bújtam oda egyszer sem. Hát, volt már olyan furán néző, Jani, menj el a mellemtől, mit csinálsz? Bali, Bali, csak egy kicsi. Igen, és vittem egy kis laktózmentes tejet, és rácsöppentsem, hogy azért még az illúzió még okébb legyen. Bali, Bali, csak egy kicsit hadd kapaszkodjak föl, Jani. Ez most egy értekezlet, szállj már le a mellemre. Menj már innen, ez csak egy sima értekezlet, hagyjál már békül. Csoptasd meg. Nincs is ezzel baj. Figyelj, ha nagyon akarod, egyszer fölengedlek. Jó? Látni akarom. Ferinek sokkal jobb. Látni akarom. Mondjuk egyébként akkor már inkább a Feri melléjére kéred. Hát ne, nekem nagyon szőrös. Én például a szőrös, de akkor kapaszkodni lehet. Tökre el tudnám képzelni, hogy alszok így ilyen édes, de nem Feri hasár. Csak az emelkedésnél a magaslati levegő meg ne zavarja. És akkor a Feri ilyen büszke apaként tekintene rám, hogy hogy alszik. Szép, hogy csorog a nyálad. Ha fel kell főzök neked csülkör. Nálunk mindenki főnök, hagyom őket játszani. A játékszabályt még így én írom. De szép SMS. Igen. Na jó van, köszönjük szépen a hozzászólásokat. Hármasugrás, játszunk már is valakivel. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggel. Halló, sziasztok, jó reggel. Szia. Halló. Halló. Balázs, halló, igen. Igen, itt. Balázs. Azt gondolod, hogy... Ja, ezt írtad, igen. Anna, te nagyon-nagyon jó főnök lennél. Hárba sugorhatok? Nem? Oké, rendben, bocs. Te nyaller. De látod, Anna vissza is hívott egy. Valahogy be kell kerülni, hát persze. Igen. Anna megtalált az ideális alkalmazotta. Mi újság, Balázs, mit csinálsz? Semmi, hát dolgozzatunk, hétfő van, nehezebben megy. Hát a hétfő ez mindig ilyen kicsit nehezebb, igen. Indul, igen. Nagyon kérlek téged, Balázs, igen? Hogy juss el a harmadik kérdésig, mert én ezt a harmadik kérdést most már egy hónapja látom. Már néznél más? Hát már annyira utálom, hogy nagyon. Igen, senki nem jut valamit. Hát igyekszünk. Megtanultátok a jó állat. Ez egyébként igaz, amikor ez a kérdés van, akkor soha nem jutnak el a harmadikig. Most elfog. Az első kettő az olyan szinten triviális, hogy... Honnan telefonáltál? Úgy legyen. Fehérváron. És mit csinálsz? Ezt még nem mondtad. Milyen üzemez, vagy mit csináltok? Hát milyen nagyobb cégeknek közvetítünk ki autót. Tehát ilyen logisztika. Logisztika. Szállítmányozás, ilyesmi. Na jól van. Oké, nézzük akkor, hogy mi az első kérdés dedikált egéralátétét. Jó, így szól. Mi az angol font váltó pénze? Hát Penny. Igen. Őrület. Megyünk tovább, így szól a második kérdés. Melyik városban rendeznek idén téli olimpiát? Jaj, hát Szocsi. Hát ezért mondjuk. Annyira egyszerű. És most bukok a harmadikra. Hát nem biztos. Súnya lesz. Igen. Állj meg. Ne. Nem. Egyszer játszom veletek, akkor végignyomunk. Így is van. Ez az. Na, így szól a harmadik kérdés dedikált sapkáért. Ki játssza a Sherlock Holmes című Guy Ritchie filmen Dr. Watson-t? Jude Law. Igen! Most itt hirtelen Robert Downey Jr. jutott eszembe, ugye ő a Sherlock Holmes-annak. Így van. Figyelj, végig hasítottál rajta. Ennyi, Balázs, meg vagyunk. És több. Ja, oké, rendben. Még kérdés neked. Igen, és van egy csomó plusz nyereményed, de írja itt nekem az Anna, úgyhogy hallgass meg a reklámblogba, hogy mit nyertél, jó? Oh, mindenféle nem, vásárlási utalvány. Mi nyertél egy üzemlátogatást. Nem áll. Hol élünk? Mi most azért a dedikált sapkáért hajtunk ezzel. Az megvan. Mi rohangálunk majd benne össze-vissza. Várj, Anna mondja a nyereményedet. Ezt csak neked elintéztem a játék alatt. Gondoltam, hogy legyen van. Még a csomag mellé. De nyallet. Köszi, főnök, gyerekek, ezt most meghallgatom, ezt egy üzemlátogatást. Egy üzemlátogatást nyer a hármasugrás nyertese? Megőrülök, nagyon jó. Hát ha a Pintér Művegben nyertél volna Keccelen, akkor megnézhetnéd a haditechnika parkot is 3 hektáron 1500 járni. Mikor volt a utoljára üzemlátogatáson, Balázs? Hát még ilyen általános iskolában, de mondjuk ez jobb, mint a Bájgli. Hát, mondanám, mi Norbi, mit szólsz ezt, hogy üzemlátogatás? Bagli. Te már voltál, Norbi? Bagli. Mennél? Bagli. Nem akarsz? Bagli. Egy jó Bagli januárban. Na jó, hallgassuk meg együtt az üzemlátogatást. Jó, Balázs? Micsoda, ez egy kis közösségépítő program. Csáó, köszi. Hello. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készült
készülj a következő megmérettetésre. Gyerekek, üzemlátogatás, hát mindjárt meghallgatjuk a reklámlokban. Most már kíváncsi, hogy hova megy üzemet lát. Menjünk már mi is, hát ez nagyon menjünk jó. Együtt. Menjünk együtt. Menjünk együtt üzemlátogatásra. Kis fehér köpenybe, gumicsizmába, fityulába. Figyelj. Ha van egy sörösünk, na, az nem meghallgatjuk. Az. Aha. Ha már téli olimpia, hogy... ki jutottak a jamaikai bobosok? Óriásia. Igen. Ők hogy? Hogy harcolták ki a kvalifikációt? Meg egyáltalán hogy jutottak ki? Hát gondolom, hogy teljesíteni kell. Azért nem úgy van, hogy hiába jelentkezel, ha más nem jelentkezett abból a régióból, akkor automatikusan bejutsz. Tehát teljesíteni kell. És ők építettek Jamaikában egy bob pályát? Mert ugye... ők annak idején szárazon edzettek, száraz edzés volt, készült. Igen. És akkor sikerült mondjuk így kvalifikálni magukat. Szerintem itt is az van, hogy egy bizonyos számú pontot nekik fel kell mutatni, hogy ilyen világkupa versenyeket indulniuk kell, célba kell érniük, és pontokat kell gyűjteniük. De az meg, hogy úgy jutottak, hogy megkérdezték a csávot, aki egyébként a harmadik vagy negyedik olimpiára készül már indulni, vagy csak kijutni, nem tudom. Ő elmondta, ez a Vac nevű ember, hogy hát egyelőre nem tudják, hogy ki tudnak-e menni, mert nincs pénzük úti költségre. de hogy ütötték meg a szintidőt? Akkor. Tehát én nem biztos, hogy ki tudnak menni, mert jelen pillanatban nem tudják kifizetni a kiutat. A négyes nem jutott ki, a kettes kijutott, tehát ott a másik kettő semmi. Igen. A kettes kijutott, de nem tudnak menni, nincs pénz. Nyilván egyébként a kettes az a négyesnek a fele, tehát hogy ugyanaz a két ember lehet biztos. Vagy igen. Na, akkor kimegy a kettes. Igen, lehet, hogy sorsot úsztak. Vagy országon belül kell megütni a kvalifikációt, és ők legyen. Tehát van egy nemzetközi szinti. Bár azért ne felejtsétek el, hogy például Erik az angolna, ugye? Igen. Hogy ő is úgy jutott ki, hogy az országából nem volt más, aki jöjjön. Tehát ők kaptak egy lehetőséget, és akkor ő úszta be magát a 25-ös medencében. Igen, de ez önmagában, tehát attól, hogy mit tudom én, az országodban te képviseled abban a sportágban a legjobb vagy legmagasabb szintet, az még automatikusan nem jelenti azt, hogy került oda? Ott abban a sportágban lehet, hogy úgy volt, azt én nem tudom egészen pontosan. Tehát miért? Itt van például a Pulai Imre. Aha. Aki megalakította ugye a Magyar Szánkó Szövetséget, de ettől még ő alanyi jogon nem jutott ki a téli olimpiára, Nagano-ba. Hogy megy versenyre? Hát megy versenyekre, világkupa versenyekre, és akkor ott gyűjt pontokat. Idén egyébként összeszedte azt a megfelelő mennyiségű pontszámot, ami ahhoz kell, hogy ott legyen, de még így sincs kint alanyi jogon, hogyha lesznek átfedések az egyes meg a kettes bob, illetve Szánkó között, akkor esetleg kijuthat. Igen, itt a Vacék elmondták, hogy teljesítették a minimum feltételeket. Szocsiban a kettes bobosok 30-as mezőnyében, de egyelőre kétséges, hogy ki tudnak-e utazni, és... kettes-négyes bobbal indultak már, végül a kettes egységgel sikerült a bravúr, ami annyiból állt, hogy 5 versenyt kellett 3 különböző pályán befejeznie a csapatnak. Tehát ha már lejöttek, akkor örültek. Winston Watts a kormányos és a Jégveled című film hatására kezdett el bobozni, de 2010-ben kiszállt, most visszament és most újraindul. Óriási. Társául a korábbi 400-as sprintert választotta. Egy 400-as sprinter. De az kell hozzá, tehát nagyon sok egykori atléta megy el egyébként bobozni, mert ott nagyon kell egy ilyen hajtóember. Lábban, combban, nagyon jó, jól tol, úgyhogy... 80 ezer dollárt kellene összegyűjteni két hét alatt, hogy ki tudjon menni. Már az interneten kérnek adományokat, de hogy állítólag a holnap elérhetetlenné vált, annyian próbálnak nekik segíteni. Utaljunk már át. Már, tényleg. Hát egy 5-10 ezer forintot utaljunk már át nekik, hát ez szenzációs. És hogy edzenek meg? Milyen pályán meg? Hol készülnek? Hát nyilván homok, nem? Vagy és ez jobban fog, mint a jég, és nyilván ezért. Imádom az ilyen sztorikat. Na jó, van 2 perc, pontosan 9 óra, jönnek a hírek, aztán jövünk vissza mi is. 9 óra múlt 10 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani! Hello! Hello, drága hallgatók, itt vagyunk, hétfő van, itt már nem esik az eső, országosan se fog már sokáig, sőt, mint több néhány helyen még kicsit a nap, és aztán szerdától állítólagosan végre valójában megérkezik a tél, elfagy a kajszi. Kajszitól félünk, hogy nem lesz. Megmenekül a kajszi. Ja, megmenekül a kajszi. Megmenekül a kajszi, barát, hál' Isten. Kajsziban ínséges évek után végre talán. Végre idén lesz kajszi barát. Úgyhogy jön a hó, jön a hideg, jövő hét, nem is jövő hét, hétvégére már állítólag fagypont körül lesz csak a csúcs. Úgyhogy vége ennek a 14-15 fokos kis tavaszi melegecskének, ami volt. Beköszönt a tél. Így január közepén egyébként nem akkora baj, nem? Sőt. Hát nem, hát. Hát főleg úgy, hogy csütörtök pénteken ugye Ausztriába indul a hűték réme. Igen. Gyerekek, szerdától megsüllyeljük a terepet. Szerdán még vagyok, aztán elmegyek Szálbachba, és csinálok sok fotót, amit elküldök. Így van. Jó, és öreg a
kis országunk, nagy hír, nevekek. Én nem sielek jól, de bátran. Családom is, vagy csak barátokkal? Ez most a fiú sielés. Reszkessetek! Családa voltunk két ünnep között, Beni siet, Viki siet, most fiú sielés van, most megsízzük a hegyet. Élt vágunk a hóba. Igen. El tudod képzelni, mi lesz ott estén? Hát igen. Gyerek, igen. Ott fűz. Megbecsterelítik a szűz havat. Fű, szem, zöld, semmi nem marad szárazon, gyerek. A szűz hó sírni fog. Szörnyek, piszóár, semmi nem marad. Gyerekek, minden lesz ott. Négy barátommal megyünk, úgyhogy szörnyű. Van, aki siel, van, aki snowboardozik. Na jó van. Jaj, gyerekek, mi volt az üzemlátogatással? Meghallgattuk, hogy mi hova ment üzemet látogatni? Szeretem ezt az ajándékot, csak egyikünk se figyelt, mert mindenki kávézik, meg kimegy, meg beszélget reklámszünet alatt. Ugye nem tudjuk az üzemlátogatást, hogy hova ment Balázs üzemet látogatni. Fenebe. Hát jött egy SMS, én nem tudom, hogy ez fedi a valóságot, hogy egy személytelep. Ne, biztos nem. Gyerekek, pillanatokon belül tudom, hogy a hidegráz benneteket, hogy körülbelül fél órája nem kaptatok hírt az Ausztrál Openről, csak mondom, hogy 20 percen belül, ha Möri megnyeri, már pedig Möri nagyon úgy áll, hogy megnyeri, pályára lép a herceg. És oktat. és tanít. Tényleg? Prince játszik. Gyerekek, Roger játszik. Megmutatja, hogy kell a világon a legszebben ütni azt az egykezes vonákot, congával, úgyhogy ma nehéz harc elé nézünk. Jó? Ha holnap kicsit... ellenfél? Conga. Ja, azt hittem, az ütőfal. Igen. Vagy azzal jön, ugye, congával? Congával jön. Igen. Na, akkor mondanám. Roger, conga, azt hiszem már a 8 közé jutásért, vagy 4 közé jutásért. Tehát ez már egy fontos mérkőzés. Ez már nagyon... az a kereszt nevük is. Roger conga így hívja. Roger conga játszik Roger conga ellen. De nagyon hiszel ebbe a Roger gyerekben még? Gyerekek, mindig? Roger az utóbbi egy-két éve elég sok pénzt vett ki a zsebemből. Elég sok csalódást okozott Balázsnak, fogalmazunk itt. Hát a tavalyi év szinte csak bukott, talán egy torna győzelme volt. Én amíg ő játszik, én nem teszek mással. Szeretnél esetleg megtenni valamit? Én mondanám, hogy én erre a congára azt se tudom, hogy ki az, de úgy el fogja verni a száját Rozsénak, hogy itt fog sírni. Hát ebben erre már csak düböl is bele kell mennem, hogy ilyet mondanak Rogerre. Igen, 20 játékpénz. 20 játékpénz? Ennyire magabiztos vagyok, 20 játékpénz. Legyen, megint bukok. Roger nekem az elmúlt évben már nem hozott csak vitt, de nem baj. Amíg ő játszik, nem teszem mással. Jó, oké. Tartom. Nem muszáj, tehát kifarolhatsz gyáván a dologból. Nem akarom őt elárulni. Lehetsz nyuszi, hátra mehetsz. Ott a kezem, nem disznólár. 20 játékpénz Rogerre. Jó, mennyi az ott, mennyit adnak? Másfélszeres, Roger? Másfélszeres, igen. És a conga? Ez a 2-20 körül van. Tehát Roger tartják a fogadóirodák is esélyesebbnek. Aha, azért. Jól látod. Iskolát... Ez azt jelenti ez a két szám. Kutyafáját, hogy miért kell mindig jónak lennem, tényleg? Miért nem tudok hibázni egyszer? Lehet, hogy valami ez nem értesz? Jó, 20, oké, na. Beindíthatjuk a szekeret, ez az év is. Az enyém kellett. Hogy megfogadtam, hogy Rogerre már nem mehet. Nadára még igen, de most megint belehajszoltál ebbe. Há, vissza véred. Na, gyerekek, a jamaikai Bob csapatról beszélgettünk, és írt nekünk SMS-t Gyulai Marci, aki ugye... A Magyar Atlétikai Szövetség főtitkára, és egyébként a maga is bobozott annak idején. Igen. És voltak Lillehammerben. De az egyfajta kalandvágy volt, gondolom én, nem? Tehát ott komoly esélyesnek nem számítottak nyilván, csak ők kimentek valahogy. Igen, de csak úgy kalandvágyból azért a nemzetközi szintet nem lehet elérni. Meg hát a jamaikai válogatott is... tudunk bobozni. Hát a jamaikai válogatott is azért, ha nincs pénzük úti költségre, nem tudok rájuk nagyon komoly csapatként tekinteni. Tehát ők is kalandvágyból csinálják, gondolom. De ők jó részt atléták voltak, tehát, hogy... Azért ott volt egy nagyon komoly sportolói. Igen, kalandvágyból mondjuk bungee-zol egyet, vagy nem tudom, tandemugrasz, de azért... Vagy iszol még egy sör. Igen, ne, azt soha nem kalandvágyból. Ez is egy jó projektünk lehetne, hogy megtanulunk egyszer bobozni egyébként, nem? Aha. Nincs boppája. Nincs, az, egy nyomorúságos boppájánk sincsen. És a Marcik hol edzettek? Vagy hol készültek? Elmentek az esztergomi kis mini bobra, és ott készültek? Milyen jó, hogy itt lesz majd velünk is, ezt el tudja mondani. Itt van Marci, hello Marci, jó reggel, Gyulai Marci, hello. Sziasztok, jó reggel! Ültünk a fürdőkádban négyen, és hát döltünk jobbra meg balra, mint a filmben, ahogy lehetett látni. Igen. Hallgattad, hogy beszéltünk a jamaikai bob csapatról egy picit még a hírek előtt? Az hagyján, tudnád, hogy hányan hívtak, meg küldtek nekem SMS, hogy végre bekerült a boba hírekkel? Hát mondom, kösz, de 10 évvel ezelőtt kellett volna, hogy bent legyen, akkor mikor mi csúszkáltunk. Hát mikor? Ti 2006-ban fejeztétek be, ugye? Akkor lett vége, ez 92-ben kezdődött, akkor még csak kettesekkel, én 2001-ben ültem be, és akkor 2006-ig vezettem, igen. Mi volt a legjobb eredményetek? Olimpián van 23. helyünk, de mi nyertünk futamokat például Észak-Amerikában. Tehát ott, ahol Winstonék, akikkel egyébként jól ismerjük egymást, most lettek ötödikek, ott született két győzelem is a magyar bobsport révén, még 2001-ben. Hát túl nagy érdeklődés nem volt. 90 indultak azon a futamon, de hát figyelj, gyertünk, hát most ez van. Ez jó, ez jó. Figyelj, és a jamaikaiakkal ti találkoztatok?
versenyeken rendre, ezek teljesen rendes gyerekek egyébként, Winston egész életében az Egyesült Államokban élt. Tehát az, hogy nekik nincsen bokpályák, az egy dolog, ők Calgaryhoz lakik közel, Wyoming államban, az a hazai pályája. Most a közel az relatív, ugye, tehát pár ezer kilométer. Igen, de mégis közelebb van, mint Jamaikától, persze. Igen. És ők így hogy? Tehát, hogy ebben ők hisznek, hogy most megint elindulnak? De nincs pénzük az úti költségre? Vagy aki mivel reménykednek, hogy valahogy hát, összejön és kijutnak? Igen, szerintem ez a nincs pénzük, ez megint egy nagyon jó médiafogás. Egyébként is róluk beszél mindenki, hogy megint Jamaika az olimpián. A nincs pénzük, azt még akár el is képzelem, de az, hogy mennyi lesz az olimpia után, azt elképzelni sem lehet. Tehát a jamaikai bobcsapatnak a sportszer gyártója, ami ugyanaz a nagymacskás cég, mint ami a Usain Boltnak is a szponzora. Tehát ők azért egy ilyen kis boltocskát fölállítanak rendre az olimpiát rendező városnak a fő utcáján, és ezt úgy tudod megtalálni, hogy kilométeres sorok állnak oda. Tehát akárhol kilépsz Szocsiban, én biztos vagyok benne, hogy a jamaikai boltot az kilométerekről látni fogod, trikó, sapka, pulóver, minden, és most már ugyanezt csinálják a síelők is. Tehát itthon is látsz egy-két ilyen jamaikai sícsapatos síkabátot, ami egyébként a legmagasabb szintű sportszergyártó cég csinálja ezt, ami a téli öltözködés terén megvan. Tehát ez egy hatalmas üzlet Jamaika nevével a téli olimpián bármit eladni, úgyhogy pénzük szerintem lesz. De nyilván teljesen esélytelenek, nem? Tehát, hogy egyáltalán nem fognak odaérni sehova. Hát Balázs most esélytelenek, persze, nem lesznek 20-ban, de hatalmas buli. Tehát aki azért vett részt olimpián, nem profi sportolóként, ezt szabad így mondanom, de én is, mint teljesen lelkes amatőr, azért azt, hogy oda bevonulsz. Ráadásul nem tudom, hogy hány amerikai sportoló lesz, feltételezem, hogy 46 évesen Winston fogja majd vinni a zászlót. Az, hogy mindenki neked szurkol, mert Szocsi ide vagy oda, itt, de hogy ők sztárok lesznek, az egy hatalmas érzés. És mindezt négyszer előadni, kit érdekel, hogy ők nyernek, Marci, vagy 20-ba vannak-e. Persze, Marci, mi elhiszünk neked, amit mondasz, de azért annyira híresek mégsem lehetnek. Én például beírtam a Google-ba, hogy Jamaika, meg hogy Bob, és kiadta valamilyen rasztahajú zenésznek a képét. Fingunk nincs, hogy ki ő, de igen, nagyon sok kép van róla. Figyelj, ha mi most hárman beülnénk egy Bobba, mennyi idő kellene, hogy egyáltalán le tudjunk jönni a pályán? Körülbelül. Hát attól függ, tehát hárman a kettesbe akartuk beszélni, vagy négyesbe, mert én dupla vagyok. Akkor mondjuk annál tesszük szendvicsbe valahol a középre, és elindulunk a négyesbe. Na, mennyi idő, míg egyáltalán levickélünk a pályán? Mennyit kellene gyakorolni? Jó, hogy mennyit kellene edzeni, hogy talpon gyertek le? Igen, körülbelül, hogy mi a munka megosztás, ki mit csinál, mert ugye azt semmit mondtad, nem lehet... hogy te vezetted a Bobot, hát mit kell azon vezetni, egy ilyen csőbe megy, csúszik magától, nem? Nem, Feri, egyszer gyere el velem, vagy Königsdébe, vagy Innsbruckba, ez innen Budapestre egy 5-6 órányi utazás, és nem én, mert én most már régen nem vezetek, tehát ezt én nem vállalnám, de aha, van olyan, hogy taxi Bob, tehát odamész, kb. 80 eurót befizetsz, és egy profi pilóta levisz téged egy bobpályán, olyan, mint a hullámvasút, amit ugye a múlt héten esetelgettetek, csak ezt nem kell naponta festegetni, meg nézni, hogy zöröge, hanem erre profi emberek figyelnek. Tehát beülsz egy taxiba, és le tudnak vinni téged, és ott megtapasztalod, hogy milyen egy bobbal csúszni, és akkor ott eldöntöd, hogy akarod, milyen? Vagy durva? Nem akarod. Durva? Hát nagyon. Én imádom, nekem ugye ez egy szerelem. Én tavaly elvittem a családot, hogy megmutassam nekik, hogy így mégis mi az, amit én csináltam éveken keresztül, és hát utána így azt mondták, hogy jobb, hogy abba hagytam. Tehát megértik, de inkább ezt többet ne. Visszatérve a kérdésedre, szerintem egy-két edzés után le tudnál hozni egy Bobot, Balázs, de értelemszerűen azt nem lehet összehasonlítani. Most egy-két után vissza tudsz adni egy szervát, meg tudsz ütni egy tenyerest, ugye, de... Köszönöm szépen, hogy így... Végre egy kis tenisz, pont 6 percre nem beszéltünk róla, köszönöm, hogy legalább te tartod itt a front a teniszfronton. Tehát, hogy le tudnánk evickélni vele, de nyilván nem tudnánk komoly időt elérni, persze. Hát azért az nagyon sok múlik azon, hogy milyen korcsolyák vannak azon a bobon. Tehát, hogyha idézőjelben kályhavasakat teszel rá, akkor azok alig csúsznak, és akkor nem 120-130-a jössz le egy pályán, meg nem úgy tolod meg a rajtnál, mint egy jamaikai sprinter, hanem időzőjelben kézifékkel épp, hogy elengednek a tetejéről, és akkor valahogyan lecsúszkálsz, és akkor jössz kb. 80-a, 100-dal ott, ahol hát azért. Mi egyébként mennyivel megy egy ilyen bob? A kettes bob az megy 120-130 környékén. Négyesben a világcsúcs, az a Whistleri pályán volt a Vancouveri olimpián, a 150 fölött van. De fönn volt a videó megosztó múlt héten egy borulás, az amerikai kettes csapat borította meg Szent Moritzban egy világkupán pár hete a Bobot, ott 145-148 környékén is repesztenek. Aha. De azért ez megy, tehát ezért már büntetnek autópályán is. Nálunk a legnagyobb sport antitalentum a Feri. De jó érzékem van. De hozzá nagyon érzik volt. Hova ültessük? Tehát, hogy néz ki a négyes leosztás? Hol, ki nem csinál semmit? A kettes vagy a hármas? Olyan nincs. De mindenki csinál, ki csinálja a legkevesebbet?
Hát olyan nincs, nem. A, ugye a pilóta, aki elölül, ő az, aki vezet. Visszatérve Feri kérdésére. Várjál, várjál, osszuk le a csapatot, tehát nyilván akkor elölülök én. Nem, dehogy is. Várjál, te nem ülhetsz be elsőnek. De hát a pilóta is tol. Persze. Mindenki tol. Nem, a másik három betolja, és a pilóta beugrik mellé. Nem, amikor... a pilóta ül bent. Nem, hát én te úgy is fogsz tolni. Figyelj, te vagy a nehezék. Hova tegyük a nehezéket? Tehát kimegy, hova menjen a Feri? Orba vagy hátulra? Nem, orba biztos, hogy nem. Meg kell nézni a többi embernek a súlyát, bármennyire is furcsa, de a súly elosztás, hogy az egyenletes. És ha Feri hátul ül, és mindenki más sokkal könnyebb, mint a Feri, akkor bármennyire is furcsa hangzik, a kanyarokban a Feri súlya le fogja húzni a bobot, oldalazva mész, nagyobb felületen csúszik a korcső oldal irányba, és lassabb leszel. Aha, a Feri nem ülhet le. Akkor Feri megy középre. Feri megy középre. Ülhet a Feri leghátul, csak akkor második helyre mögéd kell egy közel Ferivel azonos súlyú ember. Nincs olyan. Aha, az nincs. Hát picivel alatta. Az a Laci. Olyan sincs. A Lacit berakjuk oda. A Laci 80, 40 kiló van kettőnk között, gyerekek. Hát mit csinál a középső kettő? A középső kettőt nézem, a második, harmadik, negyediket, ők azért, amikor megtolják azt a szerkezetet, és képzeljétek el magatokat egy kezes lábas latex ruhában, egy szöges cipővel a talpatokon. Nagyon jó, meg vagyunk. Ugye ez így könnyen azonosulsz ezzel. Egy bukós isak a fejeden, és egy ilyen jó 10-15%-os jeges lejtőn két kézzel fogsz úgy egy bevásárlókocsit, hogy a két könyököd az majdnem összeér, és tiszta erőből tolod lefele a hegyen. Ez így megvan, el tudod képzelni? Aha. Az meg, de az nekem megvan, mert ott még látom engem. Az a fél perc, egy perc érdekel, még nem látok semmit, csak egy embert elől, meg a többi így lehajolva. Ott most jön a neheze, Balázs. Igen? Ebből a pozícióból mondom, 10-15%-os lejtő, jéghátán lefele, könyök összeért tolod, kicsit berogyasztva a láb, ugorj, függőlegesen előre, magad mellé, és érkezz be igazából minden további mozdulat nélkül egy olyan pozícióba, hogy a két lábad jobbról-balról megkerüli az előtted lévő gyerekek, embert. Itt a Ferit elhagytuk. Itt a Ferit elhagytuk. Én már láttam, hogy ugrik be, mászik, fönn van a lába, tudod. Törik össze a bomb. Törik össze minden, nem, itt Feri kiesett. Tehát Feri ugrik, de a bomb már nem van. Tehát itt nézzük úgy, hogy innentől kezdve hárman vagyunk. Lehozható-e úgy a bob, hogy a Feri valahol már csak a jégen csúszik? Hogy róla csak lehozható, csak kizárnak. Tehát, ha a Feri a leghátulján van, akkor a Ferinek megvan az az előnye, hogy ő nem oldalirányba, hanem csak előre ugrik. Nyújtott lábbal, és hát amit talál, azt talál. Hát ez lehet, hogy a te, nem tudom én, veséd lesz nyújtott lábbal szöges cipővel, de hát figyelj. Ez nem jó. Ezzel még nem vagyunk meg. Így még meg, igen, ezt még úgy érzem. Nem hoztam kezdve. Meg vagyunk. Igen, nem vagyunk meg. Jó, és az első a kormányos. Igen, ő a pilóta. De mit kormányoz, ha nem lát semmit? Vagy, ja nem, ő neki kim van a feje? Ugye neki van kint egyedül a feje? Hát jó esetben igen, ha nem lát semmit, akkor baj van. Akkor lehet, hogy bepárásodott a plexit, tehát az úgy nem célszerű. Az első pár korcsolyák azok 12 fokos szögben jobbra-balra mozgathatóak, két picike kis ilyen madzaggal. Tehát egy ilyen szalagkormány van, ha megkrúzod a jobb oldalit, akkor jobbra 12 fok, ha elengeded, akkor szervóval visszaáll, tehát ez már profi kormányművek, és ha balra, akkor balra 12 fok. Na most a kérdés az, hogy lehet ezt egyáltalán irányítani, hiszen a korcsolyának nincs éle, de ezt gondolom tudtátok ti is. Ne viccelj, hát most triviális dolgok. Sima ügy, persze. Ezek teljesen domború korcsolyák, sőt, ezek olyan gyémán pasztával pucoljuk, hogy még egy lehelet se látszódjon meg rajta. Tehát ezek tényleg ilyen eszméletlen módon kell vigyázni a korcsolyára. És amikor a kanyar ívén fönt van a bob, és a centrifugáris erő az belenyomja 1-2 tized ezred millimétert a jég felületébe 120-nál, 130-nál, ott meg kell találni azt a pontot, ahol fogod a kormányt, felgyülemlik a kezedben kvázi az erő, és egy csúszdiszerű, leheletfinom sebészi mozdulattal leirányítod a kanyar ívéről. Szerintem meglepődnél, hogy mennyire finom és mennyire pici mozdulatokat kell tenni. Milyen egyszerűnek tűnik az, hogy ez így elmondva, igen, engedjük el. Nem? Én azt mondom, hogy bábozás, makramézás, gyémántpaszta, csak Balázs lehet a kormány. Iszonyatosan jó voltam tűzzománcban is, úgyhogy rendkívül elől van a helyem, úgy látom. Szakmai felkészültséged megvan, ez jó. Itt írják sokan, hogy a magyar népnél senkinek nincs nagyobb rutinja autóbetolásban. Tehát már nekünk azért ehhez generációs élményeink vannak. Warburg, Trabant betolása, beugrás a kocsiba. De ezekre nem emlékeztek akkor? Mert volt nem kevés ilyen riport egy 10 évvel ezelőtt, hogy Suzuki-kat tolunk parkolóban. Ez nincs meg? Úgy edzettetek? Erre nem emlékszem, tényleg? Hát az volt, nem. Hát ugye a bármennyire is furcsa, de az a koordináció, hogy a tolók és az egész csapat, mind a négy ember az egyszerre indítsa meg a bobot. Tehát csukott szemmel, csak számolásra egyszerre tud elindítani. Gondolom mostanában vannak viszonylag sokan, akik nézik az NFL-nek a rájátszását. Ott is azért a snapnél az, hogy egyszerre indul az a fal, egyszerre kezd el védekezni, az nem egy egyszerű dolog.
A Bobnál ugyanez van, tehát az, hogy most egy Suzuki-t tolunk, vagy Trabantot, vagy mit, tök mindegy, egyszerre tudjuk megindítani, és utána mi a csövön kifér. Dehogy nem, mi hetekig toltunk autókat parkolókban. Azt, hogy hop-hop-hop-hop-hop-hop, azt kimondja? Az a síelés szerintem. Ja. Nem, nem, hát nem, mert szoktak így kiabálni. És akkor igen, így. Aha. Igen, azt a Feri tök jól tudná hozni. Én állok a szélén egy jó kis izével, forradt borral a kezemben, igen. A meleg... Na, az van! Na. Az van, jó, Feri szerepét megtaláltuk. Ne felejtsük el, azért... Kijönnek egy elég komoly szurkoló táborra, tehát ott akkora kolompok vannak, mint egy ilyen tisztességes bogrács. Meg hát Feri rutinja, Feri rutinja az autóbetolásban, azért ott van az Alfa miatt. Tehát, hát, hogy... bármennyire hihetetlen, de mindig másokon kell segítsek, tudod? Tehát ha valakinek igazán jó combizmai vannak a betolás így miatt, van. Az nálunk csak Feri. Aha. Meg egyébként Feri pont így mondja, hogy hop-hop-hop-hop, amikor a sok murci után szalad a toj-toj. Mit tudtok ti az életre? Figyelj, apró részletenként, de meg vagyunk egy Bob csapatra. Szóval, nem, még hogy... csak én vagyok meg, mi sehol nem vagyok. Kiderült, hogy Feri a legkvalifikáltabb egyébként, tehát mint betolásban, mint hop-hop-hop. Hop-hop, engedje anyád úr is, ez becsúszik mindjárt. Tehát, hogy lassan már alakulunk. Én, mint kormányos, Jani, Jani feladata mi lehet? Tényleg én. Gyertek ki, üljetek be. Kimenjünk, hol vagytok ti? Hát én most itt Budapesten például, de a taxibob, amire gondolsz, az Königsee. Salzburgtól 30 kilométer. Baromi jót lehet síjálni a környéken egyébként, tehát hát egy ilyen hosszú évfégét össze lehet kötni. Azzal, Salzburg magassága, tehát ilyen 500-550 kilométer Budapesttől, és egyébként egy meseszép környék, mert a Königsee-i tó, a Berchtesgadeni tónak a partján van effektív a pálya, szembe a hegyek tetején a sasfészek, hegyek, völgyek között, tehát egy nagyon-nagyon szép környék. Megéri egyébként most egy hosszú étvégének a részeként, és nem olyan, mint az érzi meg a visegrádi Bob pálya. Azt írják rád, hogy a srác a Bob szújója. Szújó Zoli. Ezt írták rád, Marci. Na jó van. Oké, hát drukkolunk a jamaikaiaknak is. Marci, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm én is, és akkor Königsee-be találkozunk. Ott vagyunk mindenképpen. Ciao, köszönjük. Hello. Ferire nincs latex, Balázsra meg sisakasztire. Ja. Mondjuk ezért téged megnéznélek ilyen feszülős kis búváruhában. Rám sapka nem lenne, Jani, te ott a korcsolyával kolbászolnál. Hát, de még neked csak ez cipő, az van, nem? Azt tudom megszerezni, csak mondjuk az én súlyommal nem lennétek beljebb, meg amikor én benn vagyok. Jani, hát, Jani, hol van? Már itt ülök. Ja? Rajta ülök. Már benn van. Hát rád raknánk így a búvárkodásba használt ilyen ólomövet. Tudod, ami 8 kilós, 10 kilós, 12 kilós ólomövet kötnénk rá, hogy neked legyen valamiféle kis plusz súlyod. Egyébként nagy móka lehet egy ilyen elindulni, nem? Gondolod, a jamaikaiak csöcsre szívott, tologatnak valami bobot, iszonyat sorál a standjuk előtt, érted? Tehát nagy mulatság lehet ez. Na mindegy. Mi vagyunk valamilyen számon képviselve a Szocsiban? Nem, semmi? Nem. Az ég egy a világon? Nem. Mondjuk hol gyakoroljanak, ha januárban 16 fok van, nem? Tehát nagyon nem tudsz rákészülni. Hát igen, ahogy említettük Pula Imre. Szánkóban. Egyes szánkóban. Mesztelen szánkó? Van ilyen. Mesztelen olimpia lesz. Neki nincs mit szégyelnie. Nincs. Egy gyönyörű 46 éves férfi. Ja, úgy igen. Csak mondom, hogy február 15-én Németországban rendezik a mesztelen szánkózás alternatív olimpiáját. Tehát ha bobozásban nem vagyunk jók, egy sorshúzással még egyébként oda benevezhetünk. Te tudsz síelni, te mehetsz. 30 fedetlen versenyző csúszkál majd a 10 000-es tömeg előtt. Tehát azért itt vannak alternatívák. Vagy ha sem, akkor van melyik Rozmár klub. Szibériában. Fél 10 van pontosan, egy kicsi reklám, és utána itt vagyunk mi is. 3-4-10 lesz pontosan 9 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Helyesbítünk téli olimpia itt kapcsán? Van, itt van. Elviekben még akár 7 sportágon is lehetnek ott magyar sportolók. Szocsiban január 27-én fogják majd elfogadni a csapatnak a tagságait. Azt mondja, hogy alpesi sízés, biatlon, északi sízés, gyors korcsolya, hódeszka, rövidpályás gyors korcsolya, illetve szánkó. Menő. Hódeszkából. Ez mi? Már hogy snowboard? Aha. Ja, hülye vagyok, jó hét. Hódeszka. Életemben nem hallottam, hogy így hódeszka. Így van leírva, hogy hódeszka. Hódeszka. Mert magyarul. Hódeszka. Hódeszka, persze. Aha. Jó, nem csak olyan fura volt, mondom, úristen, az micsoda. Na jó, van, szóval akkor még lehetnek magyar érdekeltségek. Van most egy fiatal csaj, én nem akarok hülyeséget mondani, vagy óriás műveletet. Ebben eddig igaz. Vagy óriás műlesiklás, vagy szuper olyat, nem tudom, de hogy nagyon tehetséges, és úgy veri a külföldieket. Egy fiatal kislány. Nincs ott?
Valamiben indul pedig hát a téli olimpia. Hát óriás műlesiklásban biztos. Akkor lehet, hogy csak nem tudom, szlalom, vagy mit tudom én, mindegy, most ebben jó belekevertem magam. Vagy lehet, hogy fiú, és lehet, hogy nem is a téli olimpia. Így van, és lehet, hogy nem is sportol semmi. Sőt, életében nem csinált még semmit. Na, megvan már? Ha de fiatal lány, na, megvan. Talán már meg, nincs meg. Hát most tényleg bajba hagysz, nem segítesz ki. Nem, az a lesiklásban. Igen. Igen, az most volt, két héttel ezelőtt volt hír, hogy valami nagyon előkelő, tehát első helyen végzett. Na, hát nézd meg. Hát nem mond hülyeséget. Nem ért a sporthoz, de néha mégis olyat villant, hogy teljesen meglep. Hát ott. Tessék. Végén van. Nem tudom, de tényleg van egy fiatal magyar kislány, és hogy lehet neki drukkolni, mert rommáver ilyen nagy tehetségeket. Igen. Síben, de hogy most az a szlalom, a nagy szlalom, a kis óriás műlesiklás, a nagy, a szuper, ami valamiben. Valamiben jó, és felkaptam én is a fejem, hogy de jó, hogy ott van egy magyar lány. Tök ügyes. Tehetséges, igen. Sí, pálya. Igen. De megvan, emlékszem rá. Várjál, most perekkel is rémlik. Jaj, nem már! Annyira te olvasol ilyen déli sportos híreket? Már televízióban volt, nyilatkozott valamelyik ilyen csatornának, ahol elmondta, hogy készül, megy tovább, szép az eredmény, de ez még mind semmi. Igen. És villantok még. Na jó, van, mondunk friss közlekedési híreket, mert hogy vannak. Aki kerüli az M1-est, az már ne tegye, megnyitották, úgyhogy lehet menni. Tököli amerikai út sarkán két BKV csattant, ezt Mentős Tamás küldte nekünk. Tárnoknál az autópályán szaladgál két kutyus, remélem nem történt baleset, üzenet Detti. A palottai határúton egy kamion keresztben áll a Rákóczi útnál, Fradíció küldte ezt nekünk. Mi az, hogy a palottai határúton? Ugye, hogy a palotán belül a határúton? Uh-huh. Palotai határút. Hát azt gondolom új palotán belül a határút. Ja, nem? Igen. Az M1-esen megszűnt az útzár, még van egy kis torlódás, de már folyamatosan lehet haladni, ezt Lacó küldte. Viszont van egy teljes útzár, a 15. kerületben a Késmárk utca és a Rákospalotai kereszteződésnél, ott van ez a bizonyos keresztbe fordult kamion, ezt Mef is elküldte nekünk, köszönjük szépen. Na. Vince Edit. Na, megtaláltad? Tényleg? Megírt egy kedves. De ez az a sport, vagy... Köszönjük szépen. Aztán. Valamit írtál, hogy vízilabda. Vagy persze, női vízilabda, igen. Sportgimnasztika. Nekem azt mondja, hogy Miklós Edit lesiklás. Miklós Edit. Gyarmati Panka snowboard. Igen. Gyerekek, most már tele vagyunk. Na, csak összeállt. Miklós. Tehát akkor jó az. Figyelj, és mi van a béresékkel? A curlinggel? Mi van a curlinggel? Nem vagyunk ott? Alexandra föladta a curling pályafutását? Hát ő olyanokat spárgázott ott a jégen, hogy öröm volt nézni. Jó, mondjuk már előtte is. Gyerekek, és valami is öröm volt nézni. Ha valamit tudok unni, az a Tour de France meg a curling. Tehát 3 órán keresztül nézek tekerő embereket, agyvérzést tudok tőle kapni, hogy azt hogy nézik emberek, de jó, mert sokan nagymamám is nézi. A másik a curling. Hát igen. Hogy ott 8 óráig sikász valamit a jégen, hogy nekem azt egyszer valaki elmondja. Nézd, én a spárgázon nők látványában nem tudok jól lakni egyszerűen. Jó, de te néha olyan kanos vagy, hogy már egy pucsító férfi fenékre is odaheszelsz. De te nézel curlinget? Mondd már, hogy ez mi? A curling. Tudom, hogy mi, hogy sikálják azt a gránit tömböt, de hogy azt... Nem hogy a tömböt, hogy a jönnél. Egyébként ebben is van igazság. Ugye? Kutyafádat, hogy megérkezel ma a 8-ason? Ma a 8-ason nagyon befutsz egy csomószor a kutyafádat. Ferének, hogy lehet ennyire egyébként viszonylag mellékes, de annál fontosabb információ, amik nélkül ezek a sportágok egyszerűen nem tudnak működni. De hogy bedobja? Tényleg nem azt a nyomorúságos gránit tömböt sikálják, hanem a jeget. Feri Bakker. Azt nem értem, hogy miért nem mennek föl egy olyan pályára, ami már eleve le van sikálva. Hát nem tartják karban azt a pályát. Mit kell azt a hülyén sikálni a gránit tömb előtt? Ja, mert ott nem arról van szó, hogy egy hőt képeznek a sikálással, és akkor egy vékony olvadó víz felületen végigcsúszik. Mert ez benyalod, mi? Ez mekkora parasztvakítás? Sikál, de jeget, mert az ott egy másodperc alatt elolvad. Hagyjál már! Ja. Hát elvileg ezt mondom. Persze, rossz a jég, és rendbe kell tenni, hogy utána, amikor jönnek a műkorcsolyázók. Ja, mert karcos, és akkor nem, a karcoson nem csúszik. Ez körülbelül olyan, mint a tenisz közben, ott valaki egy hálóval neki menne közben salakot behúzni. Nem, hát ugyanaz. Kell ott az a sikálás? Mi van Alexandrájékkal? Nem tudom, mostanában nem láttam velük kapcsolatban semmilyen hírt fönt a Nemzeti Sport online-on. Hát a bajta? Szerintem lehet. De a spárgázást ezt folytassam. Azt tudtátok egyébként, hogy a curlingkövek azok egyetlen helyről vannak bányászva, mindegyik kivétel nélkül? Ne hülyéskedj. De. És ki nyerte a közbeszerzést? És majdnem mondtam csípőből valamit, de biztos felhívtak. Hát egyetlen bánya, akkor az kellett, hogy legyen közbeszerzés. Egyetlen bányába hozzák a gránit tömböt? Persze. Istenem, hogy az is mekkora biznisz. Mi? Tudod, hogy mi törpék értünk a bányákhoz. Hát fieti. De hogy a te családod a Mória bányáit? Persze, értem.
Hihetetlenek vagytok, ti kis apró hobbitok. Nem vágom az összes ilyet. Kis nem is hobbitok, kis apró törpök, hogy uraljátok ott a nagy tárnákat. Így van, hanem az orrunkban vagyunk a bányában. De most miért nekem van egy gránit bányám, én nem hozhatom? Most miért kell ezt egyetlen bányába? Nem csak lehet. Onnan van olyan jó gránit, csak, tényleg? Így van, csak onnan egy helyről származik mindegyik. Kivételenekből. Az sem miénk. Ami máshonnan van, az nem onnan van. Az hamis gránit. Hát ez is, hát ez igaz. Na, ezzel vitatkozom valaki. Fíj, és a seprűt is egy helyen kötik, valaki. Ha van, dögunalmas gyerekek. Ne, én bírom. Tudod, mekkora taktika? Mondj nekem kettő szabályt belőle, amit értesz. Kell csiszolni a jeget előtte. Ugye, hogy van valami kör, abból ki kell ütni a kiütőt, azokat ölelgetik egymást, én abból mindig arra gondolok, hogy most jót gurítottak, vagy löktek. De hogy egyébként... De hogy egyébként... De hogy egyébként ember nem unja annyira a sportot, mint én, amikor curlinget nézek. Nem is nézem, csak oda kapcsolok, és 10 percig így tudom nézni, és sose tudok rájönni, hogy miről szól ez a sport. Minél közelebb legyél a kis bábúhoz, a kis... Igen. A közepén. Aha, és ki a nagyobb király, aki siká, vagy aki gurít, vagy lök? Tehát a lökő. A lökő? A legnagyobb király. A lökő. Ott tud sikálni gyorsan, hogy ott közben ne érje hozzá több, az is nagy meló. Hát igen, de a lökőnek még egyensúlyozni is kell, hogy felboruljon. Érted? Hát ez igaz. Egy arra teljesen alkalmatlan pozícióban merevedve, érted? Az egész nagyon gratesz. Gyakorlatilag a kezét is kell előre tartani, nézni kell. Ott van, nézd meg milyen gyönyörű. Ez már nem az, ez valami. Nem értem ezt a sportot. Hát és azt tudod, hogy a sikálással irányítják is. Így van. Hát, hogyha az egyik oldalán kezdi el sikálni, akkor arra bekanyarodik. Uh-huh. Persze. Csak a sikálók ronthatják el az egészet egyébként. Számomra olyan, mint a Tour de France, hogy 6 óráig le tudnak ülni emberek. És nézed, hogy a Tour de France, ez neked unalmas. És figyelj, nagyon. Mondnám, mi az izgi? Én megértem, meg elfogadom, mások meg a teniszdögunalom, tehát ezzel nincs baj. De hogy ott nézed ott, hogy tekernek, és néha az egyik előre megy, majd hátra. Mit? Azon mit? Nézed? Szinte imádkozol a defektekért, nem? Hogy egy borulás. Nem, amikor a kis knézié között jöttetek, azt nagyon szerettem, ott mindenféle kastélyokról meséltek közben, az tök izgi volt. De szerintem azért meséltek ők is a kastélyokról, meg magát a tekerés, azt iszonyatosan unták. Nagyon szórakoztatóan közvetítettek. Nem, az volt fent a Wikipédia. Meg szép tájakat mutatnak abból a szempontból, jó? Csabi, hello. Jó reggelt, szevasztok. Hogy áll a tenisz? Nagyon izgulok, hogy... Gyerekek! Hallottam, hogy fogadtatok. Még nem most, majd mindjárt az indul. Mérges vagyok, mert a Murray elvesztett egy szettet, amit simán nyernie kellett volna, és emiatt nem játszik Roger, mert még váratják, úgyhogy még nem indult el, az még nem áll se, hogy a Nadal nyert. És ha váratják, akkor neki az mindig az nem jó. Nem. Múltkor például közérbe egy fél liter tejre, hát! És de úgy kikapott, mint az állat. Szóval még nem állunk se, hogy most kezd majd Roger congával játszani nem sokára. Ez egy jó meccs lesz. És a Feri tud mesélni congáról, hiszen hát ráfogadott. Hogy ne tudna? Viccesz? Eddigi torna győzelmeiről. A Feri lexikálisan úgy jön föl, mint a talajvíz. Ennyi. Az elmúlt fél órában a sport teljesítményű megszólalásaim brilliánsak voltak. Hihetetlen. Körling, lesiklás. Hihetetlen, a teniszbe is megokosodtál a sílesiklás, vagy mi az óriás műlesiklás is, a slalom, a curling, a gyerekek, jó, mindenki beleteszi a sajátját. Na, hívjuk a nap hallgatóját. Ne beszélj. Jó van, gyerekek, 5-2-re vezet a Murray, 5-2-re lehalkítom, 5-2-re vezet a Murray, ez azt jelenti, hogy utána már jön Roger. Na, épp kérdezni akartam, hogy ez vajon mit jelent? Azt, hogy ez már tehát megnyeri, és megvan a 3 nyert szettje, úgyhogy vége is. Van köze a Dave Murrayhez, aki az Iron Maiden gitárosa. Hogy ne lenne, igen. Meg a Mia Moorehoz is. Na most akkor igen. Az a telefon, az. Van egy közlekedési SMS-ünk, fontos, azt írja egy hallgató, hogy 81-es úton Sorettől Fehérvárig nincs érkezett, nem tudom, ez gázolaj folyt az útra. Ajaj, töröljék fel gyorsan. Szólják meg. Söréd. Kösz. Lehet, akarod. Van is a? Hello! Több SMS-t küldtél nekünk ugyanannyiszor, nagyon pályáztál erre. Hát igen, új esélyek. Új év, új esélyek, nem írtad alá, hogy hívna.
Laci vagyok, sziasztok. Laci, ugye itt a testhőmérsékletes ilyen infra riasztokról beszéltünk, hogy megérzi a testhőmérséklet változást, meg ugye hogy jelez hidegben, melegben. Te azt írtad, és nyáron 36,5 fokban. Igen. Igen, és szellemes volt. Hoppá. Igen, megtaláltam a részt, igen. Megtaláltad a részt, hogy mi van akkor, ha ugyanannyi a hőmérséklet, mint amennyi a testhőmérséklet. Hogy akkor hogy jelez? Ravasz vagy te. Igen. Te vagy a naphallgatója, jó? Nagyon szuper, köszönöm szépen. Van már tőlünk valamid? Igen, voltam máskor, no. Naphallgatója, de ilyen sapkám még nincsen, vagy fecsorban mostanában az. Önmagában visszahajtható bevásárló szatyor, házi asszonyok imádják, nagyon klassz, és a télre való tekintettel egy sapec. Jó kis sapec. Lassan jön is a tél, eddig még nem igazán volt szükség rád idén. Igen. Hol hallgatsz minket helyileg? Szegeden. Jól van. Oké, okay, küldjük az ajándékcsomagot, jó? Köszi, hogy minket hallgatsz. Köszi. Ciao, hello. Hello. De téged nem izgat ez, hogy 36,5 fokban tényleg mi van? Hát figyelj, ezt most megkérdezem. Nem egy egyszerű sztori. Könnyen túlugrottál ezen, na de tényleg, 36,5 fokban, ha besétál. Igen, ugye? De ott az ingadozás, érted? Tehát ott már lesben kell állnia, valahol tényleg beásva a kapu környékén, igen. És akkor amikor 36,5 rögtön indulniuk kell. És akkor be tud menni. Ne, emelkedik, nem érsz oda? 37,5 kijelez. Jaj, Csabikám, mi újság van veled? Semmi? És ha megemelkedik a testhőmérsékleted, akkor, amikor betörni készülsz, hiszen izgulsz, vagy akkor pont bukó lehűl. Vagy. Igen. Akkor bukó vagy, megbuksz. Viszont, hát a hőmérséklet, ahogy ingadozik, akkor is lehet pont annyi. Jó, van, nincs ebben ennyi. Milyen zenéid lesz? Na, szerintem már kiveszéltük. Remek zenéid lesznek, Csabi? A Bonfire Heartot hozom, ez a James Blunt nevű úriember, tudod, ez a nagyon kócos angol énekes. Nem tudom, hogy sírjak, vagy nevessek azon a számon. De egyébként én nagyon bírom, ráadásul a Van Republic énekesi... Jó, de neked ki van adva, hogy bírd. De én tényleg bírom. Más szellemben dolgozunk, én elmondhatom téged, segben. Szeretem az ilyen dallamokat. A Ryan Tedder, aki a Van Republic énekese, jó barátja ennek a James Blantnak, és közösen írták ezt a dalt. De olyan kis melankolikus, nem olyan kis... Aha, nem, igen. De egyébként jó dal, csak olyan kis melankolikus. Jó van, voltál futni, edzettél? Jó volt a hétvégét? Minden oké? A hétvégén voltam úszni, volt koncert is, ahol ledolgoztam néhány kilót, viszont a ma reggeli futást áttettem délutánra az eső miatt. És ki a példaképed sportolók közül a híres japán gyorskorcsolyás? Nishikori. Nem, a Watson. A bobos? Ja. Figyelj, és amikor úszol egy kis sapiba, kis fecskébe, ott becsobbasz egy fejessel. Nem fecske, hanem... Sortod van? Ne, nyugtass meg. Normál úszol nadrág. Egy rohannagy karvajba. Úszol nadrág. Hát kis sapiba, a nyolcas alatt úszogat. Sapka nélkül nem lehet vízbe menni. Mennyi a távod ilyenkor? Hát most kérlek szépen 2400 métert úsztam, ez 100 hossza 25-ös. Nem, az nem rossz. És 4000 hossza fürdőkádban. És erre ráment egy órán. 2000 métereket úszol. Hát nem figyelünk oda, nekiállsz az Ironmannek. Még egy kicsit nyáron elkezd csekergetni. Nagyon rossz. Van. De most pont azt beszéltük a jó barátommal, a Leventével, hogy ő szeretné átúszni a Balatont, és nekem is van egy ilyen vágyam, de nem mernék egyedül neki vágni. Minek? Nem annak szeretném. A 1600 méternek csak? Nem, hát abban, mint a felét sétálod, mert nincs benne víz. Hát ez ugye ebben a formában nem igaz. Jó, kicsit túloztam. 5002. Nekem gyerekkoromban egyébként kétszer megvolt, tehát már mindenben a Levente, hanem a Balaton. Hát ez csak ilyen jó volt egymással. Azt gondolom, hogy nekem is vannak barátaim, de mi megálltunk egy bizonyos ponttán. És lehet, hogy idén neki vágunk, és átúsztuk megint a Balatont. Ez jó. 5-2 a Balaton, nem, ez nem a legvékonyabb résznél ússzák? Tehát ez nem ott a Tihanyi révnél ússzák? Ott az nincs 5-2. Réfülöp és Boglár lellek. Bocsánat, hogy lenne már szélesebb. De hogy lenne már 5-2 a legvékonyabb ponton? Én azt kérdezem, hogy a Balaton nem a legvékonyabb ponton. Zamárd és Tihany között ott szerintem 2 kilométer. Azért nem lett Tihanyi révnél, nem 5 kilométer a Balaton, hát az nem lehet. És menj a Velencei tó? Hát ott több kör van, lehet választani, de van nagy 3 kilométer. Egy körbe kell úszni. Ne, hogy? Csabi! És közben nádat is kell írni. 3 kilométeres, de bárhol lehet. De lehet oda-vissza egy bukófordulóval, lehet oda-vissza. Igen, de a Feri a Velencei tó átúszás előtt már egy héttel nem közelíthető meg a tavat, mert tüsszent egyet, és elfújja a tavat, úgyhogy a felét kizárják onnan. Ha én belemegyek, akkor megemelkedik a vízszint, tudod? Mert kiszorítás van. Tüsszenteni akarsz, és négyen rádvetődnek, hogy ne tüsszentsen, kifújod a tavat a mederből. Hát amíg más úszik, te átsétálod, nem? Neked a baza jó. A gyorsabb úszok megkerülik a Feri, de az már 22 kilométer. Na jó van, Csabi jön a kívánság műsorra, jó? Jó. Mi pedig jövünk holnap. Szevasztok, szép napot! Ciao.